Sziasztok, ez az After Plus, én Sajó vagyok, a mai adásom vendége pedig nem más, mint Szabó Kimmel Tamás, szervusz Tamás, szervusz a, az apropó pedig nem más, mint a egy Gyászolnak című magyar nagyjátékfilm. Igen. Én láttam ezt a filmet, és uh, kezdeném is ezzel, mert uh, hogy is mondjam, nekem az tetszett benne a legjobban, hogy nagyon sok problémám van azzal, hogy azt érzem egy csomószor, hogy manapság minden film vagy sorozat annyi traumát próbál bele erőltetni, akár több törni, hogy azt érzem egy csomószor, hogy túl traumatizáljuk a nézőt azzal, ha. hogy egyre bonyolultabb az, hogy hogyan dolgozzuk fel a traumát. És nekem tök jó volt az, hogy itt egy nagyon egyszerű történet állom szemben, gyakorlatilag ö, egy idős házaspárnak a női tagja meg, meghal, a, a, Apa gyászol, a gyerek hazajön Izraelből és hozza az unokát, és mind a hárman másként gyászolnak, másként dolgozzák fel ezt a traumát. És gyakorlatilag ennek a bonyolult családi kapcsolatrendszernek a, a, a részteibe látunk bele, és a végén kapunk egy feloldozást. Legalábbis én örültem neki, hogy szerintem van a végén egy feloldozása. Nem spoilerezném, mert talán van. Talán Mindenki meg... spoiler szerinted, hogy, hogy van benne feloldozás? Hát figyelj, talán lehet, hogy egy kicsit, de most ez nem egy ilyen rossz dolog, vagy rosszat húztál, hanem hogy én örülök, ha te így láttad. Biztos, hogy én azt gondolom, vagy az az én megfejtésem, hogy ennek ilyen gyógyító ereje van, tehát hogy az nagyon érdekes volt múltkor, hogy a Breyer Ádám, aki a, a rendezte a filmet és az első filmje, eddig ő dokumentumfilmet rendezett, és egy csodálatosan tehetséges ember, Ö mondtam neki, hogy itt már jöttek ezek a premier előtti vetítések most, és akkor írtam neki, hogy képzeld apukát, kommentált nálam a Facebookon, hogy mennyire köszönni, hogy én így részt vettem 140%-ba a, 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 fia filmjében, és akkor, és akkor, írja, hogy a te apád is szuper, hogy osztogatja a Facebookon a, a, posztjainkat, és akkor írta, hogy úgy látszik, ezek ez a film hogy az apákra jó hatással van. És szerintem ez egy ilyen nagyon fontos dolog ebben, miközben persze a gyászról szól, meg, meg vallásról szól, mert nyilván belelátunk a zsidó vallásba, ami szerintem egy szuper dolog, mert mert ez egy olyan film, ami nem zsidó film, de zsidó emberekről szól. Ez egy családi film. De eddig Magyarországon, hogyha megnézzük a filmtörténelmet, akkor, akkor ilyen témájú filmek általában csak a holokausztról, vagy az azutáni időkről készültek, és ez pedig egy dramedi, amiben ez el se hangzik, szóval ez egy, ez egy kortás családi dráma. De hogy valahogy én is azt érzem, hogy ebben a társadalomban ez az apa-fiú, apa-vezető, apa-elnyomó, apa-szerető, ez egy olyan sokszor tabu téma, sokszor meg nagyon rájuk tolják ezt a fajta akár a bántalmazást, akár a, a konfliktusok forrását, mint egy anya egyébként nem lehetne bántalmazó, de hogy, hogy szerintem iszonyú fontos, hogy ez a film elkészült, és szerintem nagyon sok embernek fog tudni segíteni abban, hogy ne tabusítsuk azt, akár a saját családunkon belül, hogy, hogy merjünk beszélgetés kezdeményezni. És például az én életemben ö, nekem is volt egy kamaszkorom, meg voltak 20 éveim, ö, meg volt egy gyerekkorom, de hogy tökéletes, amikor ezt a filmet csináltam, én akkor kezdtem el édesapámmal 38 évesen ö, komolyabban beszélgetni, vagy komolyabban előhozni azokat a gyerekkori ügyeinket, amik én azt gondoltam, 38 évesen még ügyek, ő talán nem is emlékezett rájuk, de mindenképpen volt egyfajta nyitás, és sokkal, sokkal közelebb kerültünk egymáshoz. A filmben is van egy csomó jelenet, ahol, ahol, pont ez történik, hogy, hogy az apa meglepődik azon, hogy a gyereknek ez egy igen, ügy, így, mi igen. mindig. Hát pontosan. a napukák vagyunk, lassan elérkezik az akkor, <laughs> neked még lassabban, de nekem már közelít, nekem 10 éves az egyik ah. lányom, a fiam, illetve a lányom, aki az egyik gyerekem, és a fiam pedig 6 éves. De hát itt, most már azért lassan jön a kamaszkor, és biztos, hogy előkerülnek majd olyan dolgok, amiket én eszem ágában nem volt úgy csinálni, de mégis neki azt jelentette. Ezek izgalmas dolgok, várom nagyon. Nekem a, az első reakcióm a filmben, ezt mondtam is neked adás előtt, az az volt, hogy lement egy olyan 5-8, talán 10 perc is a filmből, mire felfogtam, hogy hogy téged látnak a képernyőn egyáltalán, szóval. uh, ami, ami, ami szerintem azért zseniális, mert ezt én mondom, is, nem akarok általánosítani, mm. de hogy sokszor azt érzem, hogy kicsi piac, kicsi filmpiac, uh, kevesebb színész, mint Amerikában, hogy gyakran a magyar színészeket nehéz nem ugyanazt az embert látni Igen. minden egyes filmben, mert mindig hasonlóan néz ki. Itt mm. meg tényleg az volt, hogy, hogy ahogy most itt ülsz velem szembe, egy teljesen más arcot látok, mint, mint Ivánt. Uh, az a te szakállad? Az az mm. enyém egy kicsit be volt közé fufúzva, így hívtuk, Aha. ilyen kis fekete por, hogy dúsabbnak tűnjön. Hát szenvedtem vele. Ö, azt gondolom egyébként, hogy mindazonáltal, hogy részben egyet tudok érteni, és valóban az inkább a piac megtalán azt, hogy nagyon skatulya nemzet vagyunk, és nem csak a filmiparban, vagy nem csak a művészetben, alapvetően mindenben. Mm. Tehát egy nagyon kétpólusú társadalom vagyunk szerintem. Ö, ha egyszer te ilyen voltál, akkor te mindig olyan leszel. Tökéletes. hogy mit csinálsz, olyan leszel. Ö, ezek inkább projekciók, azt gondolom, és, és de, de kicsit visszább lépve a filmi parban, baromi nehéz egyébként olyan váltásokat csinálni, mint mondjuk egy Christian Bale, az ő b, b, biográfiájában. Egyszer csontfékony, egyszer Igen. Tök kövér. Meg lehetne csinálni, de nem, tehát nem ez van. Tehát én, érted, a médi Hungária után 7 évig nem forgattam, de az alatt a 7 év alatt is csak olyan könyveket kaptam, amiben én voltam a, a, a szép fiú, aki énekel. Aztán hál' ezekből semmi nem lett. Ö, akkor a, a színházban is a színházban azért sokkal változatosabb életutat jártam be, vagy járhattam be, hál' Istennek, de, de hogy, 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 sokáig volt olyan élményem, hogy, hogy dobok vissza dolgokat, mert nem akarok, tehát nem akarok ez a egy, egybites szereplő lenni, vagy, vagy egybites karakter lenni, hogy van egy, mit egy ilyen szabályos arcom, arról semmi közöm ehhez, tehát ez van, ez az arhetipusom, hogy jó, és ezen kívül még mi van? Ez egy ideig szerintem tök elég, de aztán, szóval, hogy én erre fognám, hogy nem olyan nagy valóban a piac, nem készül annyi film, és hogyha megnézzük még a Págerék idejében, Páger Antalék idejében, az ő készült 70-80 csak tévéfilm egy évben, és akkor még mozifilm meg annyi, akkor ugye nem voltak kereskedelmi tévék, tehát nem az volt, hogy a ő, ő, a, ő az, akire fölnézünk, érted? Meg a, meg a műkörömárus 200 ezer követővel, hanem ott még a színész töltötte be talán azt a társadalmi szerepet a, a tévé bemondó után, akire odafigyeltek az emberek, vagy hogyha Sinkovics Imre kiállt a, nem tudom, a, a tüntetni, és, és elmondott egy verset, akkor az, arra figyeltek az emberek. Most már ez sokkal higultabb, sokkal, sokkal inkább ne, nem találjuk szerintem a helyünket ebben. Na de, ez most ide raktam. Igen, és akkor, hogy, a, hogy ez, a, ez, az átalakulás, hogy, hogy én igazából mindig azt keresem, és hogyha én egyébként, de lehet, hogy ezt csak én látom, és lehet, hogy rosszul látom, de szerintem nem. Ha én megnézem, hogy milyen filmjeim voltak, azért kettő ugyanolyan nem igazán van. Még ha stílusában vagy műfajában ugyanolyan is, azért arra én mindig nagyon figyelek, ha én munkához hozzáállok, hogy mi az, amiben más vagy ez milyen, de hogy ne legyen olyan, mint amilyen már volt. Ettől függetlenül persze a színész belecsúszhat abba, ez főleg a rendezőtől is függ, hogy milyen visszajelzés, hogy vezetik, stb. Szóval azért nem az van, hogy a színészt odarakják egy 500 milliós film, azt mondja, azt sem szám, akarsz, film, És akkor hú, hát az nem volt jó. Hát az valamitől lesz olyan. Azért ez egy puzzle a filmezés, és, és, a, É és ez a szerep, ez a Levkovics Iván, én ezért örültem ennyire, mert megkaptam egy hosszú casting után, azért itt héberül meg kellett tanulni, héberül vannak jelenetek, ráadásul nem mindegy, mert, mert, mert ahány ház, annyiféle akcentus, ugye? Ö, ez egyébként egy tökéletes dolog volt ö, ebben az egész felkészülésben belelátni ebbe a kultúrába, és elég mélyen bele is néztem. Ö, tehát én péntek reggel az ortodoxoknál imádkoztam este, mentem egy neológ közösségbe, több rabbival beszéltem, beszélgettünk folyamatosan, voltak segítők, vallási szakértők, szóval itt, és volt két dialog coach, mert hogy nekem olyan Hébert akcentus kellett hoznom, ami egy Izraelbe kivándorolt magyar tanul meg, és 10 évig ott élve Aha. jön vissza, és azt hallotta. -e. Plusz, akkor a Breyer Ádám mondta, hogy akkor van egy hónap, hogy szedj már föl egy 10 kilót. És én akkor éppen nagy sportolásban voltam, 88 kilónál kezdtem közelíteni a versenysúlyomhoz, volt vállam, stb. Az arcom kicsit ki van Hát nem csak az arcom, a... <laughs> azért látszik, hogy van ott pocó, és akkor az volt, hogy onnan felugrottam 98-99-re. Plusz volt egy hónapon megtanulni olyan szinten, már-már majdnem anyanyelvi szinten ezeket a Héber jeleneteket, hogy az, az tényleg, hogyha, na és ez tegnap a, volt a díszbemutató, és tegnap jöttek oda izraeli ismerősök, meg, meg olyan emberek, akik dolgoztak a filmben, de most látták egybe, hogy és tudnak mondjuk héberül, hogy wow, tehát hogy egy percig nem gondolták, hogy nem, nem vagyok héber, vagy nem tanultam a nyelvet. Vagy kint voltunk New Yorkba, ott volt egy bemutatója, és ott is jöttek oda emberek, hogy milyen zsidó van, hát úgy beszéled a hébert, most voltunk -e Izraelbe. És van? Nem, nincs. Én, én o olyan ilyen interjúrészteket, meg, meg beszélgetéseket láttam veled, ahol még az is felmerült bennem, hogy te egy kicsit szkeptikus vagy a, a, vallás. Én nagyon, nem kicsit, én nagyon. Hát az egyháza siatt, egyházasított vallás, így mondják, ugye? Tehát, a vallás, tehát az egyházzal van nekem probléma. A vallással nem, az egy, mm. szerintem az egy szép dolog, és közel 40 fele. Amit ebből az egész filmből nem csak az, hogy a szülőkkel, meg a kommunikációban milyen megugrani valóim vannak. A másik az, hogy 40 évesen azért ezzel, hogy vallás, ezzel nem is az, hogy illik, mert azt nem tudom, valami illik, valami nem illik, de hogy én azt hiszem, hogy ja, ezzel úgy, úgy kellene valamit kezdeni. És bár meg vagyok keresztelve, de soha nem járok templomba, vagy nekem ez a fajta színház, az nem az én színházam, hogy úgy mondjam, és ezzel senkit nem szeretnék megbántani, ez az én véleményem. Ettől függetlenül tisztelem azt, aki hisz valamibe. Én is hiszek az energiákba, hiszek erőben, hiszek gyengeségben. Tehát hogy de... hogy a, bocsánat, akkor hogy azonosulni a szereppel? Mert hogy, hogy ráadásul, és nem is egy, 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 egy szimplen zsidó származású karaktert játszó, hanem egy ortodox zsidót, aki, akinek mindenét az határozza meg. Hogy hát hisszük, hogy csak az határozza meg ugye be, ami a vallása. Igen, ez, az Ádám nagyon sokat piszkált engem ezzel, hogy most már el kellene kezdeni ezzel a hittel, meg hogy higgy meg, és akkor ezért kezdtünk el járni. A, és mindig mondtam neki reggel 5-15-kor a Kazinci utcába, hogy figyelj, majd azt mondta, hogy tessék, azt majd hiszek. Tehát, hogy nem ez a szakmám, tehát, hogy én ezt csinálom. És akkor egyébként nagyon-nagyon hasznos volt ez az egész zsinagóga túr, hogy úgy mondjam, mert azok az emberek, akik ott voltak, és tényleg árad belőlük a vallásosság a szó legjobb értelmében, minden mozdulatuk, minden mozdulatukra emlékszem gyakorlatilag. Az én egyik munkaeszközöm az a megfigyelés. De ugye tudjuk a a trópusi vihar óta, hogy, a kezdetleges, hogy az egy kezdetleges módszer, ez mert puszta megfigyelés, hogy akkor csak kezdetleges módszer, de hogy, hogy nyilván az, hogy hogy figyeled ezt, hogy szívod magad be ezt a milliót, ezt az aurát, ez egyébként bármennyire is hihetetlen vagy hihető, de hozzá tud tenni egy alakításhoz szerintem. Illetve hát persze, hát komolyan veszed azt, amit csinálsz. Tehát amikor én mondjuk a ö, száz éves, vagy nem tudom, egy ezer éves nyelven ö, olvasom a, a, a kádist, akkor azt a, annak a felé van egy tisztelet, szóval annak ereje van, bármennyire is esetleg ne, ö, esetleg. 10 perc ezelőtt még azt sem tudtam, hogy az nincs csoda. Tehát, hogy ez, 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 ilyen nagyon misztikus dolog volt, és ez engem nagyon megérintett, és azt akartam mondani, hogy ez volt nekem ebben a felkészülésben volt az első olyan élményem, amikor vallásilag valami megérintett, mert logikus volt, mert értelmes volt, mert nem azt láttam, hogy valaki aranypohárból iszik, és te csak ott ülhetsz, és majd megmondom, hogy jó vagy-e, hanem, hanem, emberek voltunk, partnerek voltunk, és, és olyan példabeszédek és történetek hangzottak el, ami el tudtam gondolkozni, hogy hm, ez jó. Valami amit megtudtál a magyar ö, ortodox zsidó közösségről, ami, ami egy ilyen külön megmaradt benned és ö, akár még tudod is kamatoztatni később az életes során? <laughs> hát, hogy nem annyira vendégszeretők. <laughs> nem, egyébként teljesen megértem, ez egy nagyon zárt világ. És az, hogy engem egyáltalán oda beengedtek, ahhoz is sok, sokat ajtót, ajtón kellett kopogtatni, és a legnagyobb köszönetem, meg, meg, tiszteletem, meg hálám. Nem baj az, hogy nem, nem annyira vendégszeretők. Ők ilyenek. Ők olyanok, ők meg olyanok De, de amiből, hogy az volt a kérdés, hogy mit hogy volt -e olyan, ami, amire ráeszméltél, vagy Aha. ami, ami, amit nem gondoltál -e volna egyáltalán? Mondjuk azt, hogy nem vendégszeretők, ez például ez is egy olyan lehet, ami, ami talán Nem is, is azt, hogy nem vendégszeretők, hanem, hanem azért nagyon meg volt nézve, hogy ki, ki ez a fiú pulóverbe ott. Tehát ezt. Tehát, hogy, és néha nem is éreztem magamat kényelmesen, de értem, hogy miért nem, és értem, hogy ők miért. Tehát, hogy, hogy ez tök oké. Okay. Tehát ezzel nincs bajom. És még egyszer, mi volt a kérdés? E <laughs> hogy, van-e, amire rá Igen, hogy... igen, igen, ami, ami azért, nem tudom mennyire, hogy elmondtad, akkor ez hetek itt tartott, hogy eljárt hát, a pénteken, igen, hát és egy, többi. Igen, igen, ez egy hosszú Hogy tapasztaltam -e magadon olyat, amit a, a, a forgatás vége után is még úgy visszatért benned ezzel Nyugodtabb kapcsolatban? lettem, egyébként tisztultam, letisztultam, azt éreztem, hogy odafigyelek dolgokra, hogy, hogy most tényleg nem akarok hülyének tűnni, de hogy, hogy mindennek megvan a maga jelentősége, formája, anyaga, minden valamiért van, minden mindennel összefügg. Ezeket a dolgokat persze eddig is tudtam, de hogy egy picit így, így átmosott, átvilágított. De nem az, hogy akkor innen több vallásos lettem, nem lettem az. De sokkal nyitott, tehát, hogy azt gondolom, hogy ennyit minimum nyílt a, a világlátásom, és azt szerintem már ezért megérte. Mondtad azt, hogy ö, kasztingoltak a szerepre, mm. akkor nem rádírták a szerepet? szerint? Hogy? Talált meg téged a Breyer Ádám végül erre? Hát ez egy, ez egy érdekes történet. A Breyer Ádám, ő nagyon nem akart ö, ö, magyar híres színészt, ezt azért már elmondani, mert ő is elmondta. Ö, megnézett ex katonát, mert hogy ez a figura ez egy Izraelben ex katona, tetott katona volt. Ez is tehát spoiler? Ez egy... <laughs> hát ez annyira nem. <laughs> De jó, oké, mindegy. Tehát a lényeg az, hogy nem, mert ez benne van az összes interjújában. Szóval itt van egy kis katonai múlt, boxolói múlt, közben rengeteg elfolytás és, és és meg nem értés az édesapja felé, szóval hogy valamilyen nagyon komplex embert keresett erre, megnézett katonákat, megnézett ilyet, megnézett olyan civileket, és valahogy mindenki valamiben nagyon jó, de aztán a nagy részében, meg ami a fontos lett nem, és, és, vagy neki nem tetszett. És akkor a Barcs Kata volt a casting director, és akkor ő, ő, behívott engem, és akkor én bementem, és az első feladat az volt, hogy ott a kamera, és akkor most mondja egy monológot apukádnak. Mondtam, hogy jó. És akkor elmondtam egy monológot tapukának, és akkor én egyébként már most ezek fura dolgok, de hogy akkor már éreztem hogy az Ádám egy kicsit följebb és akkor onnantól egyből jött oda, ezt mondta, azt mondta. Az első kört azt értem, hogy miért húztam be, a másodikon már héberül kell volna beszélni. Leóval, Leó Gágel, aki a kisfiamat játsza benne, ő, ő egy héber kisfiú, de egyébként ha, öt évesen, hat évesen beszélt perfekt angol-magyar héber, tehát hogy szuper kiskölök. És akkor vele kellett, és hát ott azért ment a félre mert nem tudtam, miket mondok, érted? De az egy végtelen nehéz nyelv, Tehát, se, ha, hiába az angolt, nem tudom mihez kötni. Ha nem tanod nyelvtanilag, akkor nem hiszem, hogy tudod. És ez mind zenel próbáltam megtanulni, és akkor néha a láttam, hogy kisfiú így néz, és így, így kinéz a rendezőre, hogy ez, mi van ezzel a fiatal embere. Szóval az ott, az ott, egy kicsit akad, de, de valamiért az Ádám bízott bennem, meg valamit látott bennem, és aztán utolja, utólag elmondta, hogy ő, hogy az, az a monológ az elején, tehát hogy ő ezt kereste, hogy valaki az érzelmi részét így meg tudja csinálni, és akkor onnantól már nagyon bízott abba, hogy az összes többit, ha egy picit megsegítsük külsőségekkel, ezzel a szemüveggel, a szakállal, ezzel a plusz 10 kilóval, ő, akkor az nagyon, az nagyon más tud lenni, és hogy ő ezt szerette volna. Én megmentem utána, és, és azt gondolom én is egyébként, hogy soha nem láttam magamat ilyennek, és ez tök jó, hogy ez megadatott. Nekem ami így egyből eszemított a filmnél, hogy a gyerekszínész kérdés, ami ugye mindig egy ilyen, Jó, egy ilyen... meredek. Igen, mert hogy hát nyilván egy... Mennyi idős a... Ariel? Ugye ha, Ariel neki azt mondom a... Igen, a filmben hat, hat éves. Szóval hogy pár egy hat éves azért hát, teljesen másképp működnek még, mint egy felnőtt színész, igen. és nekem az volt az ilyen gondoltam, hogy vajon azzal ütötték el ezt a problémát, hogy héberül beszél, így kevésbé tűnhet fel esetleg a nézőnek, hogy hát nem egy profi hogy, hogy ez milyen zseniális húzás, hogy a nyelvi különbséggel egy kicsit el lehet masszatolni azt a problémát, hogy a gyerek, egy gyerek, szíves, gyerek színésznek nehezebb dolga van, mert hát nem annyira képzett. Nem ő beszél benne magyarul is. Igen, 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 igen. De, a, de az igen. is egy fontos rész, hogy hogyan és mikor beszél magyarul például. Az nekem nagyon tetszett, meg a másik, ami szerintem egy nagyon megható része a filmnek, a sport. Aha. Hogy ugye Magyarország mondom, sportnemzetnek mondható, mindenképpen a kormányunk egy sportpárti kormány, Uh, és aztán kevesebb beszélünk arról, hogy, mint a film, nagyon szépen feldolgoz, hogy amikor uh, egy gyereknek sportolnia kell, de azt nem élvezi, Igen. és nem szereti. Veled volt ilyen? Velem nem, nem. valahogy a szüleim úgy voltak, én minden csináltam, judoztam öt évig, már óvodától kezdve, apukám kosarazott, meg focizott is, akkor kosarazni is, focizni is kellett. A kosárlabdát ezt nagyon bírtam, mert akkor jött be a hip-hop zene, és akkor Gangsta otthon a pattok pattogtattuk, a kis dobáltuk, de amikor a pályán kellett a suliba, akkor álltam, mint a veréb, azt nem tudtam, hogy nem láttam át a, ezt, a focit, azt baromira szerettem, és én kiskoromban kapus akartam lenni, de hátvéd voltam. Nem akar senki kapus lenni soha. <laughs> Ugye? De igen, én igen. szerettem ott vetődni Aha. az udvarba, apám mindig mondta, hogy izé, jó is lesz mert már fetrengeni tudsz, és akkor megmaradt bennem. Most már lehet egy kicsit bánom, hogy nem focista lettem, mert, mert, az lehet, hogy jobban vagy messzebbre lehet vele menni, de, de mindegy, nem az lettem. A lényeg az, hogy ő, hogy a film, ahogy feldolgozza a sportot, én is azt gondolom, hogy ez is egy tök jó dolog benne, mert a boxolni én is leszoktam járni, kickboxolni, régen többet, most kevesebbet, de hogy ez szerintem egy végtelen fajn mentális sport. Tehát mentális, engem például nagyon helyre amikor nekem olyan időszakom volt, hogy ez bejött az életembe, akkor ez azt érzem, hogy az kellett, tehát azért történt. Mert nekem a, aztán a szakmámban is, és a, a magánéletemben is baromi sokat segített a, a, a boxolás. És az, hogy ezt feldolgozza egy film, és szerintem tök finoman, tök jó érzékkel, az szerintem nagyon fontos. Én láttam olyan gyerekkoromban, hogy mit tudom én, kis családi barátunk, a nem tudom, hat éves kislánynak öttusáznia kellett kötelezően, és aztán most látom, hogy milyen felnőtt. Már amennyit látok belőle, mert nem biztos, hogy akarom nézni, de nem azért, mert olyan rossz ember, hanem hát ott kimaradnak dolgok. Tehát ott az, 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 nagyon elviszi. Ez egy érdekes kérdés, hogy a szülő mit projektál a gyerekre. Nekem is 6 és tíz éves gyerekeim vannak, mert mondtam, Ö, eszem ágában nem lenne velük olyat csináltatni, amit én akartam, csak nekem nem jött össze, vagy, vagy, vagy amit azt gondolom, hogy kell sportolniuk, persze. Mit szeretném? Most a fiam mondta, hogy szeret focizni, szuper, akkor nézzünk neked egy, egy klubot, és akkor hát ha, hát ha aztán majd, ha azt nem akarja, akkor nem kell csinálnia. De, de az, hogy folyamatosan legyen mozgás, az szerintem elég sok mindent megalapoz mentálisan, és nem csak fizikálisan. Már a kamasz éveimben, amit én meg sajnálok hogy utólag, nekem az igazából nem volt egy rendszeres. Dolog. Igazából én mindig vívni szerettem volna. Igen? Ja, azt ilyen szexinek gondoltam, ez menő volt meg kiskoromban. Addig jutottam, hogy dartanyan voltam a iskolai farsangon Egy ilyen hegesztő az adás elején utaltál el, hogy egy csodó, ez a film elkészült, igen. és nem tudom, hogy a finanszírozására gondolsz -e itt egy kicsit, vagy, a, vagy valami másra, mert hogy ez egy inkubátorfilm. Mm. Ö, a kevésbé képbe lévő nézőknek így, mert próbálom leírni jól, lehet, hogy hülyeséget mondok, és akkor segíts egy picit. Hát amennyire mert, én sem mondok hülyeséget. Igen, hogy gyakorlatilag az inkubátorfilm az, az ilyen első nagy filmeseknek az ilyen, nagyon kevés pénzből készül, de 100 millió forint. 100 millió forint, a igen. forint igen. E, Ez van, mi volt ennek a költségvetése? igen. igen mit ebből lehet érezni a forgatás alatt bármit? Persze. <laughs> hát ha dolgoztam olyan filmben, ahol nem 100 millió forint volt, akkor, akkor lehet. Én, én amúgy én egyébként ö, sta, ilyen szerepben voltam ö, a Kilakott test című magyar, mm -hmm. azt az is inkubátor film volt talán. Szerintem igen. Talán. Ö, de hát nincs most szintesi alapom, szóval nem tudom, hogy az most jó volt-e, vagy, vagy az ja, ja. kevés volt -e, vagy sok, igen, nem igen, tudom. Igen. Hát nézd, ez úgy van, hogy ennél a filmnél egyébként nem esélyes vele volt a gyártásvezetés, minden tiszteletem, mert, ö, mert olyan, olyan tehát mindent körénk és alánk rakott, tehát hogy respect. és én ezen gondolkoztam ott hogy oké kisköltségveti mindenki Félix szerelemből eljön. Ezt az elején letisztáztuk. Ez tök oké. Tehát de ott így nem éreztem. Tehát a berendezésen nem éreztem a, a kamera márkáján nem éreztem az operatőr aki a Dévényi Zoli nem éreztem a minőségen hogy akkor ettől CD kategóriás emberek, hanem mindenki A kategória volt, én azt gondolom. A Bezerédi nem éreztem, a Kisfiú nem éreztem, szóval azt éreztem, hogy inkább itt ezt itt tudjuk, hogy most ez az asztalunk, mindenki rakja rá, amilyen van. És, akkor én, és ebből lehet szerintem nagy dolgokat, vagy ezeknek az inkubátorfilmeknek én azt gondolom, ha visszanézel, mert ilyen volt a Különfalka is, hát ezek viszik, ezek viszik a magyar filmnek a hírét az utóbbi években, és ezzel most nem mondok semmi titkot, ez tény. Tehát, hogy ez tény, hogy, hogy az inkubátor filmjeink sikeresebbek szakmailag, mint a kétmilliárdos milliárdos blockbuster történelmi filmjeink? Igen, most nem tudom, melyikre gondolsz, és akkor azt meg kell nézni, hogy ahhoz képest mondjuk melyik volt sikeres, de az biztos, hogy az utóbbi években ezek a filmek hoztak el baromi sok díjat külföldi fesztiválokról. Igazából mondom, tehát így ott nem lehetett érezni. Amin én éreztem, az az volt, hogy iszonyatosan sietni kellett, nagy a timing nagyon fontos volt, mert ahogy nem vettünk fel egy jelenetet aznap, azt már akkor lehetett tudni, hogy pótforgatás nem tud lenni, tehát azt akkor majd a végén kell valóban beszuszakolni, az volt, a, meg hát érted a helyszín, egy házba játszódik, és van benne, nem tudom, kettő utcakép, meg egy zsinagóga belső. Meg színészből sincsen túl sok Nincs, de hát igen, ez úgymond egy kis kamara, de, de, akik meg vannak, azok is szerintem szuperválasztások a, a, kisebb szerepekre. De hogy, hogy, hogy inkább ezen lehetett érezni, hogy, 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 folyamatosan volt egy ilyen, egy ilyen nyomás az időben, hogy ezt ma meg kell csinálni, ezt, vagy hogy ha már túl sokat tököltünk valamivel, akkor az azért jött a producer meg a nyártása, hogy azért most már lassan elengedhetjük, jó, mert hatig van. Mm. Plusz ez nagyon nehéz egy kisgyerekkel forgatni, nem csak azért, mert egy kisgyerek és úgy viselkedik, mint egy hatéves éves, tök jó, hanem hogy gyerekvédelmi szempontból ugye azt hiszem hat órát lehet forgatni egy, egy kisgyerekkel, úgyhogy neki is volt dublőre, aki egy évvel fiatal volt, és egy szuper gyerek volt ő is, nem csak a Leo, szóval én még nem láttam olyan öt éves sejtet, aki áll jelbe, és akkor ott áll mondjuk, nem tudom, hat órája arra vár, hogy akkor a Leónak el kell menni, és akkor az utolsó fél órában ő látszik háttal, uh -huh. és akkor utána oda mennek hatalra, egy figyelj, ma még fogsz látszani. És azt mondja, oké, okay, semmi gond, és megy a szülés, és megy haza. Tehát ő standbyba áll, érted? Ezek csodálatos dolgok, amik, amik most egy kicsit elkanyarodtam, csak hogy, hogy inkább ez a szeretet, ez a mindenki akarása volt az, ami felettette ezt a 100 millió forintot, ami egyébként nyilván baromi sok pénz, nyilván tudnánk hova költeni, de egy film esetében ez nem egy, ez nem egy nagy összeg, sőt. Tehát ez, ez egy amerikai film annyi, hogy ide most beugrik egy kamion. Tehát, <laughs> hogy, te egyébként most ö, válogatsz a filmszerepek között? Nem. nem <laughs> tudsz. <laughs> Mert hogy a, mondtad az, a, az elején, hogy, hogy Magyarországon nagyon könnyen ezeket egy színészt, és nekem amikor ezt mondtad, pont az, az ott a fejemben, hogy hát én emlékszem arra, amikor a kamarás Iván volt, az, a, a, az akciósztának őt szánták, aztán a fenyő Iván lett, a következőket akciósztának akartak egy kicsit, és hogy leest, hogy mire gondolsz, és hogy mondod azt, hogy nehéz ebből kitörni. És, ki azért, lehet, ha ki akarsz, és aki azért. Ki aki lehet, ha ki akarsz, de akinek kényelmes ez a pozi, mert, mert ebben úgy lehet tetszelegni, akkor az abban a poziba fog maradni. Tehát, hogy nekem nem volt kényelmes ez a fajta szép fiússág. Inkább, inkább az éneklős részre térnék itt rá egy picit, mert hogy. hogy és nem is a pap kezdtem, de. <laughs> benne nem lesz a pap papír jó. Hanem, hanem a Voice műsorvezetése. Ugye ezt szerintem kevesen tudják, hogy 12 éve. Első az volt az első ilyen tévés melód, jó jól emlékszem, te azzal debütálta a Ker tévés média világban igen. egy kicsit. Te voltál a, akkor még tv 2 futó Voice-nak a műsorvezetője, és emlékszem arra, hogy megnéztem a régi kollégám Six cikkeit arról, hogy mit bír, ért róla. Bír, örültem. És hogy igen, és miért de <laughs> hogy, hogy nagyon más hogyan kezelted azt a feladatot, mint ahogy mondjuk egy, egy tapasztaltabb uh -huh. tévés konferenci uh -huh. csinálta volna. És uh, aztán jött ugye a, a Média Hungária, nagyon jól mondom, kronológiában. Az az, az, az már meg volt. Az, az is volt, az már az már meg is volt, igen. Egy, 10, 12. -től. Igen, és akkor meg aztán jött a papapia, szóval ezek mind olyan melók, amik az énekléssel kapcsolatosak uh -huh. egy picit is, hogy nekem itt azért az van, hogy te akkor ezt tapasztaltad, meg láttad, hogy te most ebbe az irányba mész, és ebbe az irányba is keresnek, hogy volt-e benne tudatosság a részedről, hogy hogy kb. beskatujálsz magad, mint egy olyan színész, aki az éneklős pozíciókban akkor is úgyis már, hogy énekelnie kell, mm. meg akkor is, hogyha konferenci egy tehetségkutatóba. azt azért hozzáteszem, hogy talán viszont amiben első voltam, az az, hogy, hogy úgy nyitottam minden élő adást, hogy én is énekeltem. Bizonyám, és én ráadásul nagyon csinosan volt, voltál. én azt hogy te rendesen csokornyakkendő, zakószert, hogy más volt, mint az egy kicsit meg, szóval, <laughs> Jó, meg ez egy másik formátum. Persze, is. persze. <clears throat> akkor most egy kicsit úgy nézett, tehát hogy, hogy nem, soha nem volt tudatos építkezés az én karrieremben, amit most így ilyen fejjel iszonyatosan bánok, mert valószínűleg már nem itt tartanék. Nem feltétlenül rossz, ahol tartok, mindennek van oka, ennek ez a következménye. Ha az tudatosabb, ha mondjuk akkor lett volna egy olyan menedzserem, mint most a gémer Szilva, akkor valószínűleg már sokkal, sokkal, előbb elkezdtem volna tudatosan irányokat fogni, arra fele menni, úgy, úgy csinálni, úgy dolgozni, úgy hozzáállni, és az biztos, hogy máshova vezetett volna. Nem biztos, hogy messzebbre vagy közelebbre, de máshova. De azt gondolom, hogy az nekem például egy nagyon nagy karrierhibám, hogy, hogy a, a, amikor én így berobbantam a Média és utána így mindenhova hívogattak, akkor, akkor azt nem is azt nem vettem elég komolyan, lehet ezt mondani, vagy, vagy nem. Nem volt velem valaki, aki azt mondja, hogy figyelj, ez azért fontos, mert majd ebből az lehet, hogy. Hanem úgy éltem bele, meg azt hittem, hogy ez így van. A Voice azt én azért vállaltam be, mert akkor volt ez a 7 éves szűk szezon, amikor a Hungária után átalakult a filmipar, jött a vajna, az egészet lestoppolták, ment egy átalakítás, nem lehetett tudni, hogy mi van, és igazából pár ilyen, ilyen nem tudom, ilyen, ilyen százezer forintból forgatunk valamit a velem eljöné bele egy szerepbe, ezen kívül így nem nagyon volt lehetőségem, meg baromira szerettem filmezni, és nagyon megszerettem, és azt is mondták, hogy jól is áll nekem. Ö, tehát nem az volt, hogy volt egy nagyon rossz filmem, hanem volt a Médi Ungária, ami, ami engem nagyon bedobott, és, és én is a mai napig meg tudom nézni, mert azt hiszem, hogy erre több büszke vagyok, hogy 23 évesen ezt toltam. Ö, talán ezt meg lehet engedni magamnak. És akkor, és akkor utána, és akkor jött a Voice, amiben azt hiszem, hogy oké, okay, kamera előtt vagy, ö, emberek előtt vagy, tehát valahogy azért talán ilyen, ilyen, haránt tudatosság lehetett ebben, de nagyon örültem ennek a felkérésnek, ott is volt egy hosszú casting, és akkor én lettem. Az, hogy én mennyire voltam ott más, hát egy nagy adag beszartság volt rajtam gyakorlatilag, mert még nem is a vágott anyagban, amikor jöttek az élők, azért az, az, az sose felejtem az első élő előtt volt, egy el kell gyakorolni, hogy a tények, vagy nem tudom miből bejelentkezik a szemüveges ember, és akkor mondja, hogy mi a helyzet most ott a volt stúdióban, és akkor, és akkor nekem arra kellett, és késett a hang a fülembe, és annyira annyira bepánikoltam, hogy körülöttem álltam, nem tudom, most mondom valami 15 ember, a producer, a gyártás izé, hogy na, hallod, hallod, és így nem mertem megszólalni, hanem elkezdtek így bekönnyezett a szemem, mert akkor éreztem, hogy mindjárt nem tudom hány millió vagy százezer ember előtt fogok én így debütálni, érted? Ami, ami oké, hogy ott csak egy kamera van, de azt te tudod pontosan, hogy az, hát, hogy az így para. Mm. És én azt gondolom, hogy egyébként a finisse értem oda fejben. Mm. Közben is voltak pontok, amiket nagyon élveztem, de nekem az a, az utolsó páradás volt az, amire azt éreztem, hogy oké, akkor ez, itt vagyok, és, és akkor már jöttek, és csináltam, és, 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 így. Meg az egy tök más formátum volt, mint amit említettél, másik csatorna, másik műsorvezetek a műsora, mert ez pont ez volt benne a szimpatikus, hogy ha már kertévé, ha már tehetségkutató, akkor olyan legyen, ami amiben érted, nem a, a, hülyéket röhögjük ki, és ezzel mélyítjük azt a társadalmi cinizmust, ami, ami van, meg azt a fajta Mindenki jobb vagyok, miközben chipset zabák egy kanapén, hanem emberek, akik tényleg tudnak, és azt gondoljuk, hogy értenek valami, ez közülük ki a legjobb. És ez nekem nagyon szimpatikus dolog volt, ez egy másik kérdés, és aztán a csatorna, ez sikerült valamit. megbukottam is van. Igen. Ezt ki lehet kell tenni szerintem. Utána nem volt több éve, és ugye tavaly hozta vissza az Ertel klub. Ahhoz szintén megbukott egyébként. Hát ott sem volt egy nagy sikerű dolga, ahogy láttam. Hát szóval de... szerintem nagyon fontos, hogy kik azok, akik, akik az ítészek. Tehát, hogy az hát azért igen, a Somló meg... Tomás, igen. aki ugye akkor, amikor te vezetett, akkor Somló volt, Karamel volt, szóval... A mezőmisi, hogy... és igen. Szóval, hát. hogy, azért az érdekel, hogy te... De bocsánat, ha megnézed az angolt, akkor ott nem, nem tudom, 22 éves zsűri van, hanem egy Tom Jones, érted? Na, ennyi. Na, de arra hogy, hogy szerint, akkor ez miért nem működött? Miközben egyébként láttuk a megasztárokból, a az hogy hogy, hogy, hogy... Nem a trash volt szerintem. Egyszerűen, egyszerűen van ez a mondás, ugye, hogy hát az embereknek erre van igényük, ugye ezt hallgattuk, a, amikor berobbantak ezek a kertévék, meg azt gondolom, hogy ha én a kutyámnak ö, lazacot adok, akkor lehet, hogy először majd fáj tőle a hasa, vagy nem tudom, de ha én konstant lazacot adok neki, akkor előbb-utóbb lazacot fog enni, mert az van. Tehát azt én határozom meg, hogy a kutyám mit eszik gyakorlatilag. Persze, ha jó fej vagyok, akkor odafigyelek a kutyám igényeire, és akkor veszek neki ilyen tápot, meg ha gyomorban van, akkor olyan tápot, de alapvetően én adom neki a kaját. Érted? Tehát nem a kutya jön be és nyitja ki a hűtőt és veszik ki. És ugyanezt gondolom a kertévére is. Mindazonáltal, hogy semmi bajom egyik, az egyikkel nincs bajom, a másikkal meg már nincs bajom. De hogy, hogy érted, hogy, hogy tehát tehát ők adják, amit mi nézünk. És persze ott van a távirányító, el lehet kapcsolni, de én azt gondolom, hogy ez, ez túl mélyre megágyazott volt már ez a fajta másik a röhögés, meg a, tudod, a bárkiből lehet. Tehát ez a teljes önismeret és ön, hogy mondják ezt a reflexiónak a hiányába taszított emberek hada, akiket oda besuvasztottunk, és elhitettük velük, hogy az, hogy bikicsunálj, az figyelj, nyomjad. Érted? És akkor ez ezzel... Nem, ezt nyilván a szerkesztők mondják a háttérben, hogy na ez, Há, ezt igen. nézni fogják. Tehát én azért mondom, hogy itt sok minden függ össze. Neked most neked nem voltál nagyon, hogy volt a Viaszaton is volt egy műsor, ha jól emlékszem, vagy a Viaszat haton talán? Műkös. Az a, 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 antik, antik, igen. Antik, igen, 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 rádió is vezettem. Igen, a vezettem, reggeli Műk... műsort. Szó, de hogy ezek, ezek közel akkor akkora volumenű ö tévés munkák, mint mint mondjuk egy voice volt, és én azt hittem annak idején, mikor így téged behúztak ebbe a projektbe, hogy hát akkor megvan megint tíz évre a következő <laughs> <laughs> arca a tévéknek. Hittem, mi nem. történt? Figyelj, én nem tudom, hogy mi történt, az a tv 2, nem ez a tv volt, tehát ez egy tök más tv 2 2 volt még. Ö, én azt gondolom, hogy ott szerintem az lehetett egy nagy hiba, hogy amikor Na, és hogy ezt, hogy miért mondtam ezt a lazacos példát, hogy elkezdtek adni valamit, ami szerintem minőségi volt az addig megszokottnál, amit egy csomó olyan réteg is bekapcsolódott, meg talán azzal, hogy engem ott ismertek a filmből, meg a, akkor én a Nemzeti Színházban játszottam, szóval, hogy, hogy, izé, hogy elkezdett egy másik réteg nézni, de az akkor nem ütötte meg azt a számot, amit gondoltak, hogy meg kell ütni, és akkor elkezdték, akkor már kaptam a felkomfort, hogy a szegény sorsú nő a szakadt cipős öcsének az édesanyja temetése utáni ö, nem tudom mi... elkezdte drámázni a, a vége felé már a voice-ba, emlékszem. Már. Szerintem az történt, hogy, és én emlékszem, hogy egy csomó mondtam, hogy figyelj, ezt nem akarom elmondani, hogy gyerekeket, hát ettől vagyunk másak, mint más. Tehát ez nem ne csináljuk, hogy akkor hosszan mutatjuk, hogy ó, de szegény, ő, ő nagyon szegény, látod a ruháját, hogy mennyire rossz neki? És neked mennyivel jobb? Érted? Ezt ne csináljuk, mert pont ez, tehát ez ne, ez sehol se az. És én tudom, hogy ott ült a holland tulajdonos, aki egy büdös nem értett magyarul, és ült benne is izével, és mondták neki, hogy minden fajn. Érted? És akkor, és akkor aztán szerintem egyszerűen elpártoltak azok az emberek, akik pont azért nézték ezt a műsort. de mert hogy ez te, máskor. mert az, hogy te azt a műsor, te, én én te, én. szerintem, hogy te, te hogy abban a műsorban az erősségek közé tartoztál, és ahhoz képest mert nem lett ebből más hát nem, mert, műsor. mert aztán, nem, mert nem, hát egyrészt más műsor nem lett, én, én, én lett, lőtt. Én, én azt hiszem, hogy nem tudtam megszeretni azt a fajta, bohócságot, vagy clown, érted, ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt a típusú jelenlétet, az, az valahogy erősebb volt a gyerekszobám fala. Hogy hogy mondjam, hogy több, több, több könyv volt otthon a polcon. Aha. Tehát, hogy, hogy, és ezzel tényleg nem akarok sem, ez én vagyok. Tehát én azt érzem, hogy a mai napig volt, hogy behívtak castingra egy műsorba, és akkor az volt, hogy és akkor mindenki és álltam, és tökéletesen össze, hogy ö, levettem a hogy figyelj, ne ez nekem nem megy, tehát nem tudok, ez nekem nem, ez nem ez rosszul érzem magam ettől, de nekem a safe place az a színház, meg a safe place az, amikor azt tessék, és akkor tudom, hogy mi a dolgom, mert, mert színész vagyok, de ebben én nem tudtam úgy feloldódni, azt egyébként kifejezetten bírtam, tehát ez egy tök jó rang volt, vagy ez egy tök jó pozíció volt, egy, egy öltönybe bejönni, érted, le, feeling good, és utána azt mondja, hogy most pedig jön, nem tudom, kicsoda, Reklám Ez ilyen színátrás egy kicsit. Ne? Igen, de jó Igen, volt, Igen, az menő volt. Igen, szóval nem tudom, hogy miért nem. Biztos akkor tök más hozzáállásom is volt. Tök másban 20 valahány évesen az ember többet gondol magáról. Biztos valószínűleg akkor a műsor struktúra is úgy alakult hát, hogy nem jött be helyette, vagy ami bejött arra már ott volt a Tilla vagy a izé. Nem tudom, nem tudom. Térjünk oda vissza, hogy le akarsz számolni az éneklő szép fiú sztereotípiával ez a papapia után fogalmazódott meg benned erősebben? Képzeld, nem, ez a Made in Hungária után, amikor... Ha, ott is ez? Igen? Igen, amikor, mert én Asár Novák Eszter zenés színész <tosan> osztályba végeztem. Az, az első ilyen az első első osztály Igen, egy kísérleti zenés osztály voltunk, pont azért, hogy ne, hogy elég abból, hogy a musical szakon tök jól énekelnek, de bar, baromi rossz a prózájuk, vagy, vagy tök jó a prózájuk, de nem olyan jól énekel, vagy nem tud táncolni, hanem legyen egy ilyen all-round színész képzés, ami, ami egyébként külföldön már egy uh, irányzat. És ehhez egyébként mindent megkaptunk, és nem ideológiára gondolok, hanem az ideológia max annyi volt, hogy tisztességesen végezd a munkádat, édesfiam, Ö, meg menjél a mélyére mindennek. Ö, és, és nekem az nagyon meghatározó négy év volt, és baromi sokat tanultam. De hát mi Bartók Mikrokozmosz zongora csináltunk életjelenteket, meg, meg, népdal, gyerekdal vizsgáink voltak, szóval, hogy tényleg a kiskacsa fürdiket elemeztük az Asár Tamással, érted hajnal egykor a, a, a Simpla kertben. Szóval, hogy ez, ami most így vicces, de közben nem az, mert hát miről mindenki brutális gyerekdalaink vannak egyébként, szóval hogy ez nekünk egy kurzus volt, meg emellett 100 millió más LGT vizsgát csináltunk. Szóval, hogy, hogy tök máshogy kezdtünk, de mi műzikát kb. negyedikbe, ha csináltunk, hogy harmadikba volt egy egy olyan uh, West Side Story vizsgánk, amiben a Novák Peti néptánc koreográfiákat csinált nekünk a West Side Szóval az se olyan volt. Tehát minden egy kicsit más, hogy, hogy milyen, amikor egyszer csak, áll, nem tudom, tíz ember egy színpadon van egy jelenet, de egyszer csak megszólal így egy kórus mű. Hogy az milyen ereje van a, a, zenének csak úgy. Tehát minket erre képezgettek, hogy a, a zenés színházat, a színházat is egy kicsit szélesebben, kicsit máshogy kezdjük el gondol, gondolkodni, máshogy kezdjünk el róla. És, és amikor megvolt a Médi Hungária, akkor én tökre megéreztem azt, amikor jöttek az ilyen, meg olyan csélcsap producerek, hogy ja, figyelj, az elég volt a Médi Hungária, most itt van, itt van ez, ez a könyv az, van. És De az hol? volt? Dehogy De hogy volt? a <laughs> <laughs> kedvencem, az, az az, hogy megkerestem, és nem mondok neveket, hogy akkor most figyelj, a Médi Hungária, az elég szar volt. Mondta ezt egy producer, aki egy executive producer -e volt a filmnek egyébként. Aha, oké. Okay. Tehát, hogy csak most már más barátok küldtek mellett, és akkor így, és akkor az de ez a könyv, és akkor az arról szólt az a könyv, hogy elfogyott az utolsó igazmondó bort adó szőlőtőke, kiszáradt. Egy üveg igazmondó bor van, elfogyott összödnél, az <laughs> utolsó üveg, és akkor van a borász fiú, aki elhatározza, hogy... Erre ezt nem most adnak pénzt? Erre <laughs> szerintem most adnak egy csomó pénzt, egy nem, nem, nem tudom, de hogy a lényeg az, hogy elhatározza, hogy, hogy az összes mit már milyen lányt Budapesten, azt megcsókolja, mert az egyik az, a, amelyik életre kelti majd az ő csókja ezt a szőlőtőkét. És akkor így ültem, hogy így, ah, hát ez nagyon jó szerintem, nagyon jó. De értem, hogy a mindig Ungária volt szart. Hogy... és akkor ezekkel úgy nem sok mindent tudtam kezdeni. Aha. És akkor ebbe is, hogy akkor énekelj, meg ott énekelj. És elkezdett zavarni az, hogy... De erre mondom, hogy nem volt mellettem, hanem volt olyan környezet mellettem, aki azt mondja, figyelj Tomi, ez egy út, ez egy döntés. Akarsz ezzel foglalkozni, vagy akarsz mással is, mert akkor nézzük meg, de attól még ezt csinál, ezt ne engedd el, mert nem ez. Inkább az a hirtelen jött népszerűség volt rám szorongató hatással, amikor mentem a négyes hatossal, és akkor a hát, tini a hútogattak, meg mondták, ez az izé, az izé ami... De hát egy színésznek, nem mondta de, nekem, hogy ez, ez traumatizált hát, téged, ami... nem traumatizált, azért azt nem mondtam, de hogy, hogy nem minden esetben tudtam jól kezelni, vagy voltam. Nyilván az ember megy, érted, megvan a maga, én már nem a médi hungáriában foglalkozom, hanem a következő valamivel foglalkozom. tehát, hogy, hogy azért nekünk színészeknek nem az, hogy volt egyszerűen, hogy abból abba tetszelgünk, hanem jó esetben csinálod tovább a dolgodat, megy az életed, valami magánéleti problémád van, vagy szakmai problémád van, abba vagy, és akkor ezek úgy tudnak kellemetlenek. Nekem egyébként egy, egy ujjamon meg tudom számolni, hogy hányszor volt kellemetlen ilyen találkozásom nézővel. Általában hál' Istennek tökre szerettek az emberek, akik oda jöttek. Aki nem jött oda, tök jó, ha nem jön oda. De hogy, hogy akkor nekem az úgy, érted, 24-3 évesen, iszonyatosan gyorsan, egyszer csak a vasúcából kijöve, nem tudtam úgy, nem azt mondom, mert ez hazugság, nem tudtam úgy végigmenni az utcán, mert ez egy bullshit, de volt, amikor nem tudtam úgy végigmenni A-ból B-be, hogy, hogy ezek ne érjenek, vagy beülni, és, és ez, ez, ilyen ez, 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 ez szorong, ez, ez, ez szorongást okozott bennem. És akkor én elkezdtem ettől így eltolni. Nem vállaltam el a fenyőmikis dal dalkoncerteket, nem a fenyőmikinek, hanem hogy a filmproducere után még akart ilyeneket. Ha ilyen beszélgetésre hívtak oda, nem mentem, hogy, ezt így, hogy én nem ez vagyok, nem ez vagyok, hogy ne be ebbe. És akkor eltelt a hét év, akkor jött a, mert nem is tudom milyen, melyik film, a Berni követ egyébként, a Szász Attilának az első filmje, meg a Köbli Norbi Szász Attila páros első filmje, aminek baromira örültem, mert egy, egy túlszejtő szabadságharcos lehetett játszani Káda Socival, meg a Kulkával. Az is egy tévéfilm volt. az kicsit ilyen inkubátorszerű, mise volt akkor az az mtv nak volt egy ilyen első tévéfilmes, nem tudom már mi volt a neve, mindegy. És akkor az tök jó volt. Lajos Tamás volt a producere például. Üh, utána rögtön jött egy másik, egy Batyányi film, abban is egy tök László Zsocival voltunk ketten. Az is tök jó volt, hogy, hogy annyira más dolog lett, és hirtelen azt hittem, hogy ez majd, így akkor most akkor majd ez lesz. És, akkor majd, és egyébként a Berni követet nagyon szerették az emberek, és a mai napig emlegetik. Üh, de, de látod, azt például annyira nem akartam a szép lenni, hogy egyből odaugrottam Érted? de ez az egy azt, hogy a papa hogy ott az nekem mindig egy, 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 egy <laughs> továny, és ezt nem fogjuk megúszni, mert nagyon szép hosszasan uh, kerüld a témát, de hogy... Hát nem kérdezni még rá. De hogy, hát de hogy, ha, ez igazad van, igazad van, szóval akkor rákérdezzek konkrétan, akkor ezek után hogy kerültél ebbe a produkcióba? Mert hát elhívtak egy castingra. Nekem papíron, elmondom nekem a személyes kapcsolatomat hozzá, nekem Csupó Gábor egy gyerekkori hősöm. Ugyanis, szerintem, lehet, hogy nem tudják egy páram, de hogy a Nikolodon rajzfilmjeinek egy nagyon komoly, ő Amerikában rajzfilmes szakmában egy elképesztően komoly szaktekintének számít. Mm. Müzikál rendezőként valóban nem ismertem, mm. nem tudom, hogy ő ebbe, ebbe, mozog vagy foglalkozik, de ott voltam, hogy hát, ha van egy ilyen értékük, mint Csupó Gábor, aki tényleg, a Cartoon Network mellett a Nikodon volt a legfontosabb rajzfilmcsatorna a 90-es, 2000-es években, és rengeteg olyan mese van, amin én nőttem fel, amit ő csinált effektíve. Igen. Az, hogy miért nem animációs filmet csinált itthon, és miért műzikelt, erről azt a vajnát kéne megkérdezni, hogyha még élne. De az, hogy téged miért kerestek meg ezzel a szereppel, nekem még ez is evidens, hogy szerettek volna egy, egy mamma mia alternatív szerű, a mamma mia sikerére rákapaszkodva, nekem én így látom, aztán nyugodtan szeretném meg a hülyeséget mondok, a mi mia sikerére felkapaszkodó magyar műzikelt. És hát nyilván a Mirin Hungária után én is megkereste volna a Szabó De az, hogy ez Szabó Mert Tamás miért vállalta el, úgy, hogy ő már amúgy lélekben Berni követ és társai vonal mozgott, azt nem tudom. De nem is feltétlenül kell egyébként. Vagy ha úgy érzem, hogy értem a kérdésedet, és ez tök oké, okay. egyébként egy csomó mindent megválaszoltál te magad, én nem gondolom azt, hogy bárkinek is magyarázata tartozom, nem csak neked, és ezben semmi rossz, mm. ebben inkább szeretet van. Sem Marinéninek, sem azoknak, akik személyes értésnek vettem, vagy a pap az nem, a nem én, én, én nem én én tudom, én kérdezem, tudom, nem a végeredményt ismerve kérdezem, kérdezem hanem a, a döntést. Kérdezem, igen, 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 igen. Csak én messziről kezdem. Ja, ja. Az a lényeg, hogy, hogy, hogy tehát biztosan nem tartozom magadnak. Azért, amikor engem megkerestek, akkor ez egy olyan koncepció volt, hogy egyébként több büszke vagyok arra, most már így ennyi év elteltével, és kiheverve a, a keményen hátamon elcsapkodott ö, film ö, ízlésbeli megkérdőjelezhetőségét, köszönöm szépen mindenkinek. Ö, talán a gyerekkori hősödet kellene megkérdezni bizonyos dolgokról. Ö, de... Ah, ahogy szeretném szépen csupán a Gábor, tudom is szó, hogy ha esetleg Gábor látja is, ezt, lenne. akkor várom ide. Szóval, hogy ő, egyébként tök oké csupó Gábor, én is ugyanígy álltam hozzá, ő, a lényeg, illetve volt egy forgatókönyvíró is. A lényeg az, hogy engem megkerestek, és akkor úgy volt, hogy ezt, ezt a, médi, a, Vajna, ezt a Médi Hungária sikerét szerette volna egy kicsit visszahozni a magyar filmbe, mert hogy azt érezte, hogy ez egy annyira, én emlékszem, hát én akkor találkoztam vele életem először a Médi Hungária díszbemutatóján, a, a Momba, és jött oda, aki szivarjával, és mondta, hogy föl, ez egy nagyon jó film volt, és ez már siker lesz, majd meglásd. És akkor utána amikor kimondtunk Los Angelesbe, Médi Hungária, a Golden Globe válogatón, akkor találkoztam el másodszor a Malibui házába, ahova meghívta a stábot, aki kimentünk és ott beszélgettünk fel, és iszonyatosan jó fej volt, de akkor még bőven nem volt magyar filmipar, tehát semmi, és, és, akkor is nagyon drukkolt, és olyanokat kérdezett, hogy mi a helyzet most a nemzetiben állad. Tehát, hogy, hogy éreztem, képbe hogy, igen, abszolút képbe volt. Na, és akkor, és akkor, amikor engem megkeresett, akkor, de akkor nem is találkoztunk, akkor találkoztunk utoljára, eltett mit hány év, és akkor behívtak erre a castingre, és akkor úgy volt, hogy azt azt egy másik rendező rendezi az a koncepcióban nem csak a nagyferó volt, hanem gyakorlatilag az összes magyar korosztály, abból a korosztályban az összes magyar ikonikus. Szóval rendszeres előtti nagy magyarok hősök? Hát de igen, de nem, igen, meg, meg pop, meg rock tehát az ha. egy, az egy tök más feelingű dolog volt, amire azt mondtam, hogy jó, ez izgi, tehát ha ezt mindenki bevállalja, ez egy nagyon menő dolog lehet. Az első draft egyébként tök jó volt, a draft alatt, aki nem tudja az első verzióját a forgatókönyvnek értjük. Ö, a színész, figyelj, ö, teljesen nyitott volt a vajna, kivel szeretnél, milyen zenék legyenek, hát én úgy éreztem magam, mint egy hollywoodi filmbe érted. És akkor mondtam, hogy nyilván én a színészeket nem fog minősíteni, tehát amilyen színészeket hoztam, azok a színészek lesznek, nagyon megtisztelő. És szépen ö, megbeszéltük, és kötöttünk egy, egy szóbeli megállapodást, akkor ezt szívesen csinálom. Egyébként ez tök jó volt. facetime voltam a rendezővel, aki újra rendezi. Aztán a következő facetime arról szólt, hogy hát ezt nem ő rendezi. Hanem majd a izé rendezi. Hú, mondom, az jó lesz. Ez okay. publikus, hogy volna? Nem, nem akarom. Aha. Mindegy, igazából, mert, meg mindegy. És akkor a másik rendező, azt már csak hallottam, hogy akkor ő sem. És akkor eljutottunk Csupó Gáborhoz, akkor után ez tök jó, tök jó. Nézzük meg, hogy mit kezd egyébként élő szereplőkkel, amikor nem csak rajzoljuk. És a Azért akkor... Oh, na hát egy ez izgi, izgi, hát csak hogy legyen benned abszolút persze. <laughs> Igen és aztán aztán amikor meg oda jutottunk akkor akkor igazából azok a nevek akikkel én még a castingon együtt voltam már nem azok voltak. De ezzel sincs semmi baj mert attól még, még jó ízléssel meg 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 munkamorállal meg 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 gondolatisággal meg teremtőerővel lehetett volna ennél másmilyen filmet is csinálni. Ez a film így sikerült de amikor de amikor Miért vállaltam el? 6000 okom volt, hogy miért el, mert imádok forgatni, mert, mert nem abban az országban élünk, ahol ahol naponta dobálnak 65 De forgatok, Most mondta mert. egy jó választ, igen, igen. amit az originál ötlet, az tényleg izgíj hangzik. Igen, hát egy hát ízgi tudom, ízgi. Hát nem, Aha. hogy mondjam szó. Szóval. És megviselték el utána? A hát az magatotás? megviselt, hát az megviselt, amikor azt éreztem, hogy iszat, tehát amikor bemész a színházba, és akkor, <laughs> <papapia> és akkor ott állt Ez és volt? persze, és akkor mondtam a kollégámnak, hogy hát annyira idéznék tőled is egy filmet, de neked még nincs. <laughs> Igaz? Tehát, hogy ezt ne kezdjük el, mert most ez, 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 tehát ettől az nem válik jobb filmé a te szemedben. Sok ember szemében egyébként egy baromi jó film. Tehát tudok olyat, hát, aki írja, érted? a mai napig, ha kirakom az oldalamra a Facebookon, az éri el a leg, tehát attól van a legtöbb aktivitás. Aha. Én ezt nem fogom elvenni, és nincs is jogom elvenni azokat. Nem az Miért szomorítaná el? Ez a maga hát, nemében szerintem a maga. Ö, azért ez nem akar több lenni annál, mint ami lehet. Hát csak amikor a Vajna a nem tudom melyik a filmben, annak azért el tudom képzelni, hogy olyan dolgok is kerültek bele, ami azért a te, neked van egy közéleti érzékenységed és van egy elég markáns reményed, nagyon sok mindenről legalábbis az elmúlt években lehetett hallani. Azt el tudom képzelni, hogy ezt te a szakmai részen túl is külön magadra veszed, hogy hogy volt egy kicsit nepotista érzet a produkcióban. Pont azért, hogy a, a Nemzeti Filmbiztos úrnak a fiatal felesége, az ott jetkizik a, a XI en Értelek. Vajna Timi abban a jelenetben szerintem elég dögös, oda az kellett, hogy egy dögös csaj jetkizzen. Nem én vagyok, nem én voltam a castingos, hogy miért a Vajna Timit választották. Csak elgondolom, hogy ez nem égette rád ezek a dolgok, hogy nem Hát én, nem, nem én, voltam a jetski, vagy persze, nem tehát hogy, 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 tehát azért azt tudjuk már, hogy, hogy tehát alá egy szerződést benne, vagy egy filmben, ha te egyszer csak elkezded hogy ah, figyel, azért ez így nagyon nem oké, semmi baj, akkor fel lehet bontani ezt a szerződést, és akkor ott van egy akármi, érted? Tehát, hogy meg én nem is éreztem, tehát akkor figyelj, azért ez az nem úgy néz ki, hogy hogy ott ül a nagyon demokrácia, ül, és azt figyelem, hogy hopp, hop, most akkor minden úgy megy el, hogy ez, ez, egy, ez, egy, ez egy, romantikus álom, ez egy romantik, romantizálása a valóságnak. Nem, a valóság az ez. A valóság az, amikor itt kimegyek az utcán, aztán most örültem, hogy nem szúrtak hátba az a csapat, aki mögöttem jött, érted? Ez a valóság. Mindenki projektálhat, meg lehet a véleményünk, nekem is megvan a véleményem, mindenkinek van vélemény a véleményben, az a legjobb. Csak engem sem nagyon érdekel sok emberi és valószínűleg az enyém sem érdekel sok embert, a lényeg az, hogy engem nem zavart bajnati, mint jazzkizik. Én akkor most. Szóval, bocsánat, én, én azért tudok, amiatt minden filmemben azért tudok felelősséget vállalni, és azért is kell felelősséget vállalni, hogy az, ami az én munkám, az hogyan valósult meg látok én is mondjuk dolgokat abban a filmben, amiket jobban is megcsináltam volna, látok dolgokat, amik pontosan tudom, hogy mennyit harcoltam, vagy legalább így nézzen ki, és ha összességében megnézem, akkor azt tudom mondani, hogy figyelj, nem érzem azt, hogy szégyenkeznem kellene. Miért ne? Tehát, én tényleg nem az van, hogy naponta hat könyvet kuket, tehát én nem, a, nem Hollywoodba élek, nem a Brad Pitt vagyok. nekem van egy család, van egy izé, 6000 érvet lehet ide hozni, de nem akarok emögé bújni. Én akkor szakmailag úgy éreztem, hogy ez talán, ebből még valami lehet. És most meg, amikor azt láttam, hogy olyan visszajelzések voltak, hogy az egyik rész része gyilkolt, a másik meg imádta, akkor ki vagyok én, hogy az egyiktől vagy a másiktól megfosszam. Mondom, az fájt jobban, hogy ilyenkor mindig a színészem van elverve, miközben a színész igazából egy eszköz ebben a játékban. Érted? Tehát, hogy azt olyanra formálod, amire. És még így is szerintem mi ott színészek nagyon sokszor kiléptünk, mert ki kellett lépni abból a, abból a abból a pohárságból, és asztalnak meg, meg tányérnak kellett lennünk, hogy, hogy az legalább így nézzen ki. És erre több büszke vagyok. Igen, az, hogy egyébként milyen volt a könyv, hogy nézett ki, ki van abban ott, ki van ott, ott, miért az van, és az hány forintba került, az, az semmi közön nincs. Ha már yes. mondtad azt, hogy nem Hollywoodban élsz. Igen. miért nem? Mert <laughs> <laughs> hogy egyébként <laughs> te ezt lenyilatkoztad saját magad, hogy, Igen. hogy te gyakorlatilag Kaptál egy olyan ajánlatot annak idején, mikor kim voltál uh, Los Angelesben, igen, igen. Ahol, ami arról szólt, hogy gyere, költöz ide, és foglalkozok veled, mint színész, és uh, majd a, te lesz az egy abból a 10 millió emberből, aki be akar futni Los Angelesben. De te azt mondtad, hogy te köszönöm szépen, a Nemzeti Színház színésze szeretné maradni. Igen, hát ez ö, nem biztos, hogy ez pont így hangzott el. Én, de... így, én így, de... így, így, így raktam össze a magam. igen. igen hogy, hogy... Lényegében egyébként nem mondtál, nem csúsztattál semmit, valóban történt. kimoltunk pont ezen az említett Los Angeles-i trippen. Ott volt egy nagyon fontos filmes ember, aki azóta már nem él ezért nem tudjátok soha visszaigazoltatni, de, de, de hanem hogy, 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 ott, és akkor elhangzott, hogy figyelj, szuper a film, szuper vagy benne, tökre jó a, a figura, a pacák, és hogy, 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 miért nem tudsz angolul, tanuljál meg angolul, gyere vissza, és akkor itt lehetne ezzel valamit kezdeni. És akkor én 23 évesen, de ez az én akármilyenségem, azt gondoltam, hogy hát, ott, hát a nemzetibe vagyok, meg ott játszom, dolgozom, azért, azért ez, nem, ezek nem így működnek. A, tehát ennyi eszem szerintem volt akkor is, tehát hogy ez nem úgy tűnt, és azt mondtam, hogy nem, köszönöm, ja, rendkívül be vagyok gombázva, hanem <laughs> az, hogy, hogy nem, köszönöm, mert jó, hagyjuk már de ezt. nem tűnt annyira komolynak, a, ez, ez a... Ez a... Ne, komolynak tűnt, de nem úgy tűnt komolynak, hogy és akkor itt van az a 13 ember, aki most megcsinálja a jövődet, jó, gyere. Aha. Á, hát nem jött, hanem úgy tűnt komolynak, hogy volt egy egy csillogás egy szemben, ami azt mondta, hogy figyelj, szerintem itt lehetne valamit kezdeni ezzel. De tök jót mondtál, te, te leszel a 10 az egy. Tehát azért Los Angeles-i első élményem, hogy bemegyek egy hamburgerezőbe, és a pincérfiú iszonyú jó fej volt, azért ott más, máshogy, máshogy, megy a vendéglátóipar, tisztelt a kivételnek, mint itthon. Aki mondta, hogy tök jó, Magyarország, pálinka, üzé, figyelj, én mit ajánlok neki, ezt a hamburger, az és tök jó, kedved lett tenni, és akkor jött, és akkor mondta, hogy egyébként is színész vagyok, és, és akkor visszajöttem, ez 2009 vagy 2008, és akkor mondtam a kollégáimnak, hogy ki figyeljetek oda, mert szerintem egyszer itthon is ez lesz, hogy ez egy ilyen másodállás lesz, hogy ez egy luxi lesz, ez, ez nem fog örökké, nem, nem e megyünk, ez e, kicsi. E, ez, a most? Igen. Szerintem igen, egyre inkább ez van, Én inkább azt láttam, hogy hát ez az első színészek között voltam, akinek ügynöke volt, aki aki szabadúszásra merte adni a fejét, és az abból meg is van, tehát, hogy vannak munkái. Most is tart, ugye? Igen, 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 igen. És, és ez most nem egy ilyen erény, vagy izé, meg rajtam kívül volt még más is, tehát ez tök oké, de hogy ez mindenképpen valami fajta más struktúra, mint ami itthon be volt így betonozva, érted? Tehát a, én a nemzetiből lejöttem, én utána nem igazán láttam, hogy annak sok értelme van, hogy megint elmenné Színászor, hogy jön az igazgató, és hogy te még nem tartasz ott, hogy talán jövőre. Jó? Volt ilyen? Hát most pont ilyen nem, de hogy ez, e, érted ez a... De egyébként igen, volt ilyen, volt ilyen, amikor az igazgató azt mondta, hogy te most még nem meg majd, majd, meg te most ezt, meg most hozd be azt. Fár és akkor, igen, ami értek, de ez a fajta hierarchia, ami, ami akkoriban működött, és most nem feltétlenül nemzetiben, de szerintem egyébként az egész színházi világban, ez a fajta kiszolgáltatottság a színésznek, a szegény színész a jó színész, az éhes színész a jó színész, ezek a hülyeségek, amiket a is mondják. Persze, de ezt tudom, azok az emberek találták ki, akik közben elmentek Európa minden nagyvárosába rendezni több millió forint, érted? Meg így akkor még a, 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 mégiscsak a, a színháznak a végén valahogy több maradt, mint a színésznek. Miközben azt gondolom, hogy színész nélkül nincs ez. Érted? De hogy ez most már így leáldozóban van, hál' Istennek, de hát iszonyatosan megcsapta az egész gondolkodást, ez a fajta mentalitás. És ez 30 évig bizony itt büdösködött rajtunk. De most már nő föl Figyelj, én most 23-24 éves gyerekekkel dolgozom, nem gyerekekkel, felnőtt emberekkel ember, ember, dolgozom, lenyűgöző látni azt, a, azt az intellektust, azt az energia energiaszintet, és azt a fajta máshogy gondolkodást, ami basszus, amikor én voltam ennyi idős, akkor, akkor az így nem volt. Vagy hogy mondjam, akkor még az, hogy jó, jó árul. És akkor az volt az, hogy ez volt a köszönés, érted? Tehát most már, tehát, hogy ezek, ezek már egy másik generáció. a tekintélyelvű a rendszer, erre gondolsz Hát talán szépen? már azok, akik ezt a tekintélyelvűséget itt meghonosították, azok most már mennek Pihibe nyugdíjba, érted? Nem most most arra azok... gondolsz, hogy ez a fét kisebb pörték is. És... Nem, most azokra az emberekre gondolok, és azokra az emberekre gondolok, hogy az elmúlt 30 évben olyan bekövesedett bölények lettek, akik, akik ezt a fajta, amiről az eddig beszéltem, ezt itt meghonosították. És most ez a, ez a generáció kezd már szerintem kikopni, és jönnek a fiatalabbak, hál' istennek, mert ez szerintem így egészséges, és már sokkal európaiabban vagyunk egymással, és azt látom, hogy ez az egész sokkal vonzóbb. Érted? És ez tök jó. Hú, egyszerűen két kérdésbe is be akarok tenni most. Ö, először inkább idéznék tőled. Jó. 2023, 24.hu. Nyilván mindennek közön a politikához. Attól függetlenül, hogy nem szeretnék politizálni, nem tudok elmenni emellett, mert ez egy tény, hogy jelenleg Magyarországon egy másfajta filmes gondolkodás zajlik, mint mondjuk 5 vagy 6 éve. Én azt gondolom, hogy a legtermékenyebb időszaka a vajna éra volt a magyar filmkészítésnek, minden félelemmel együtt. Ez tök oké. Azért vajna a személye megosztó, volt. Ö, politikailag is lehet tudni azt, hogy olyan ületei voltak, amik túlmutatnak a filmezése, kaszinók, egyéb más médiavállalkozások. TV2. Viszont az is igaz, hogy az ő munkássága alatt két oscar nyert Magyarország, Ö, rengeteg jó film készült, és én magam is azt, én azt tapasztalom, hogy az ő halála óta ez a rendszer ez uh, szép lassan elbaszódott. <laughs> uh, uh, hát, eh, ki Igen. kell mondani, mert, mert hát... Uh, hát csak nem láttam szemben nem láttam szem önni, ez itt lehet káromkodni egyébként, jaj, lehet káromkodni egyébként, csak a drámai hatás kedvére akartam itt egy jó káromkodásban jönni. Köszönöm ilyenki, szépen, szépen. tőle jól esik, köszönöm. Blattad és lecsapta Így, Igen. Szóval abszolút, abszolút, röplabdáztam, persze. Uh, szóval hogy a lényeg az, hogy azért azt látom, hogy, hogy hát nem tudom az elmúlt négy évből tudnék mondani olyan, drága magyar filmet. Mert amit mondtad az inkubátor filmekről, hogy igenis szerzői filmek közül sok jó készült is. De azt látom, hogy amikre a vajnai időszakban sok pénzt adtak, azok most, amik sokkal több pénzbe készülnek áldásul, mint a vajnai időszakban, azok általában a filmek érthetetlen politikával átszőtt valamilyen produkciók, és hogy én magam is azt látom, hogy ha öntenék a pénzt Uh -huh. olyan dolgokra, amikben nem látok egy átfogó koncepciót, míg a Vajnánál én azt éreztem egy picit, hogy miközben egyértelműen a ner be volt ő is beágyazva sok szempontból, az a rész, amihez értett, ami a filmezés, az igenis hatása volt a magyar piacra. És te is ezt mondod itt, hogy, hogy ez volt a legjobb időszakunk. A mostani időszak ez szerinted is eltérő ettől? Hát persze, hiszen én mondtam. <laughs> Igen, az elmúlt ében évben egy más politikai gondolkodás van, tehát, Ugyanaz a kormány van, mint akkor volt? Persze, azért semmi nincs ezzel. Azt gondolom, hogy amióta te is elmondtad, a Vajna már nincs. Az a rendszer, amit ő képített, és ami egyébként csak azoknak, akik lehet ezt meg azt mondani, azért amikor én kezdtem a filmezést, az voltám, hogy hogy azt mondta a producer, hogy nekem van 200 millió, és akkor azt mondta az akkori film, nem tudom micsoda, hogy akkor adunk rá kétszer annyit. És azt neki nem kellett papíron bebizonyítani. Készültek úgy filmek, szerintem voltam én is olyan filmben, amiben aztán utána nem volt kifizetve a, 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 a nagy része az embereknek. De három új BMW ott állt a Balatoni nyaralónál. Tudom, mert láttam. Ö... Arra gondolsz, hogy a, a filmezés egy olyan dolog, ahol könnyű kicsit pénzeket átmosni? Hát én azt nem tudom, hogy. Mert azt sem tudom, hogy kell pénzt átmosni, mert ha tudnám, akkor nyilván nem itt ülnék, hanem rég. Nem ha nem börtönbe, a... akkor. Hát igen, valószínűleg börtönbe ülnék. Nem, hanem, hogy, hogy én nem tudom, hogy az hogy kell, de azt tudom, hogy beszéltem emberekkel, akikkel voltam, és akkor ott például volt egy film, amiben ez egy probléma volt. Majd becsődöltették a céget, és akkor izé... Aztán jött a Vajna, aki azt mondta, hogy te addig nem fogsz filmet csinálni, újat, barátom, amíg nem fizetsz ki az utolsó fillérig mindenkit, aki neked eddig dolgozott, mert ők neked dolgoztak. És talán azt hiszem a filmet se meg addig. Na, akkor hirtelen mindenki, gyorsan mindenkit ki tudod fizetni. Jé, hát így is lehet, hogy korrektek vagyunk, ugye? Nő, addig. Ö, nem három oldalon beadtál valamit, hogy Józsi jobbra néz, Laci balra be, és ez volt a forgatókönyv, hanem forgatókönyvfejlesztés van, ahogy egyébként a nyugati országban talán nem látok bele, de gondolom, hogy nem otthon ült, az kitalálta a fürdőkádba, hanem ez egy minta, gondolom. A, a forgatókönyvfejlesztésbe bele lehetett kötni, sokan bele is kötöttek, sokaknak rosszul esett, hogy ők nem kaptak szerepet, ők nem kaptak szerepet, ő megkapott, ő megkap. Oké, okay, melyik rendszer igazságos? Egyik sem. Itt most ez van. És ebben a rendszerben ezek a szabályok, de ez a szabály szerintem még mindig sokkal értelmesebb, és, és, látva az eredményeket, jobb volt, mint ami előtte volt. Érted? Én tudom, mert akkor voltam 20 éves, és akkor csöppentem bele a filmezésbe. Majd eltelt 7 év, és a következő film, amit csináltam már a irában, az egy iszonyatosan keretek közé foglalt, tök profin lehozott és létrehozott dolog volt. De ott már olyan problémák nem voltak, hogy ott és táptak, hogy hát figyelj, engem még mindig nem fizettek. Ott föl sem merül. Tehát, hogy azért az, az nagyon, és igen, bocsánat, de közben lett egy Saul fia, ami Oscar díjat nyert. A téma miatt? Nem a téma miatt, ki, hanem amiatt, mert emberek valami olyat csináltak, amit addig még nem csináltak azzal úgy, hogy, hogy érted, hogy aztán, aztán nem tudom, jött a Deák Kristófnak a kisfilmje, ugye, elkészültek közben, lett ez, a, ez az első filmes Sőt, vonal. hát a egyedi is alany Igen, nyert a... szóval azért Igen. bocsánat, egy török felé kijutott a Berlináréra az 1945-tel, a, a Szász Attila Köbli Norbert páros a szemünk előtt vált szerintem iszonyatosan jó és meghatározó film, filmes párossá. A Szász Attila szerintem egyedül a nem tudom, négy filmjével több díjat nyert, mint, mint az elmúlt 15 évben Kb. az összes, most túlzok, de mm -hmm. érted? Tehát ott azért Észak-amerikai mozipremierek külföldi fesztiválok, folyamatosan díjak jöttek, mondjuk az Apró Mesék című filmen, és nem azért mondom, mert én voltam benne, hanem mert ez van. Vagy a 45-öt Észak-Amerikában vetítették meg, New Yorkban, tehát hogy, tehát azért én nem tudom, hogy előtte azért nem voltak ezek így. Most akkor lehet azt mondani, hogy a Vajnának a kaszinója, nem tudom, mert én nem láttam bele, ah. hogy a Vajnának milyen kaszinója volt, vagy milyen nem volt. Szerintem viszonylag jóba voltam vele. Tehát ha látott, akkor köszönt, meg megkérdezte, hogy hogy vagy, Tomi. Mert volt köztünk egy, egy ebben a filmben például egy egy, egy üzleti ö, kapcsolat. Tök korrekt volt, érted? Tehát én nem tudom rá azt mondani, hogy, mert én nem vagyok a, a valaki. Szóval ezt a részét én nem tudom kommentálni, én azt tudom akkor kommentálni, most mi is, hogy... most mit tapasztalsz? Mert hogy, hogy ez, igen, ez és stimmel? Akar, igen, és ezt akarom mondani, hogy most ahhoz képest azt látom, hogy nem annyi film készül, ha készül, akkor körülbelül olyan költségvetésben, amiről szerintem te meg én fölmegyünk a Holdra egy SpaceX rakétával, és élőben nem tudom, AI filmet csinálunk, úgyhogy te azt előbb látod, mint mi megcsinálnánk már itthon. Érted? Most nyilván túlzok, de hogy Hát azért a az az milliárdos pénzek kénzek kénzek. magyar filmekben nem mentek régebben. Hát ennyire nem, akkor is mentek, az ott volt a hídember, ott volt a, a Nagy Ervinnel a kincsem, ami akkor volt a legdrágább. Film. Így van, de azt hiszem, hogy az azért azért egy, azért egy milliárd körüli volt, azt hiszem, hogy tegyük hozzá, hogy ahogy a, a, a ára felment, úgy felment a világosítóára, ára, úgy felment a berendezőára, ára, úgy felment a, berendező ára, fölment a kellék ára. Na, most a most vagy soha azt mondom, 10 milliárdból készül? Ugye a film az, ami nekem... bízom benne, hogy jó lesz. Most már soha igen, igen, igen. Tehát akkor, legalább, akkor legyen szuper? Nekem azzal nincs bajom. Érted? Csináld meg, hát demokrácia, akkor ez a demokrácia, miért te rendezhetne egy, vagy miért ne vállalhatná be ez a, ez a stáb ezt a filmet? Lehetősége volt rá? Lehetősége volt. Te kihagynád? Lehet, hogy te kihagynád, lehet, hogy én is kihagynám, lehet, hogy nem hagynám ki, nem tudom, ezért én nem fogom őket elítélni. Nézzük meg, hogy mit csináltatok. És ha az ilyen vagy olyan, arról is meg lehet a véleményed majd holnap meg majd ő fog, remélem, hogy forgatni. Akkor itt ez fel a kérdést. Erkölcsileg... nem, nem védek senkit, és nem tudom, milyen erkölcsileg lesz a következő kérdés. Azt, azt mondom, azt, hogy, hogy én ezt látom. Hogy erkölcsileg nehezebben most filmszerepek között válogatni, mint a vajnakorszakban. És itt arra gondolok, hogy te és a színész kollégáidban azért beszélgettünk, hogy most azt, hogy egy kicsit azért háttérbe húzottál, és család, és, 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 és nem tudom mennyire, de azért csak beszélgetsz a színész kollégákkal, hogy... Hogy azért, amikor az van, hogy a, a, a nagy szerepek azok elkurtuk, blokád, hunyadi, aranybulla, most vagy soha, történelmi kurzusfilmek és produkciók, amikről, am, amiknél lehet hallani az iparágnál, hogy úgy kell fogd fogni rendezőt, meg, meg embert, hogy dolgozzon ott. és nem csak színész, hanem operatört, vágót, mert senki nem akarja nevét adni olyan dologhoz, ami ahova aztán busszal viszik a gyerekeket, mert hogy a gyógycsájról szól. Erre vagyok kíváncsi, hogy hogy erkölcsön most nehezebb a szerepek között válogatni, mint a Vajnakorszakban, korszakban, miközben ugyanarról a kormányról beszélünk, de mégis más volt a filmgyártásról. Hogy arra hogy aki kíváncsi, hogy benned felmerül-e az, hogy basszus, ez a egy tök jó szerep, tudom a szeretett Petőfit. Igen. Felmerül az bennem, hogy azért szóval a másnak, lehet, hogy lenne lehetősége abba a filmbe egy szerepre. Hát ezt most sose tudjuk meg. De nem, van <laughs> szó, <legalábbis tőled, akkor gül> nem fogjuk tudni, legalábbis tudod, akkor ezt nem. Figyelj, ő, nekem, én szerintem megértem a lejkör, de ennél bénában, amikor egy színész arról beszél, hogy az, az jó lett. Nem hogy erre gondolok, nem, hogy, érzékelsz a, a szerepválasztásban a ti részletekről egy ilyen óckodást, hogy nem, az emberek nem mernek elvalani dolgokat. tudod mit? Érzek, és azt gondolom, hogy néha ez egy butaság, néha meg még egyet is tudok valamivel érteni. De például, amikor rám egy kollégám, aki volt az egyik ilyen általad most felsorolt film, és direkt nem fogom megmondani, melyikbe. És azt mondja, hogy figyelj, Tomi, olyan e-maileket, meg olyan leveleket kapok, hogy majd így nyírják ki a csádom, meg úgy, meg én rohagyjak, meg, meg dögüljön. csak azért, mert születik épp egy gyerekem, nekem soha életemben nem lesz lehetőségem valószínűleg az én ilyen filmben, vagy egy másmilyen filmben szereped, de basszus, azért csak ezt akarom csinálni, most mit csinálják Érted? És akkor én azt mondom neki, hogy Csináld meg. Mert senkinek nem tartozol elszámolással. Azért, mert kép ki, mit projektál rád. Ez annyira bonyolult, és erre mondom, annyira túl van ez romantizálva. Azért jó reggelt kívánok a nap végén csak az számít, hogy tudtál adni a gyerekednek kaját, mm. hogy van-e a zsebedben 20 forint arra, hogy esetleg elmenjél moziba, nem 20 persze, de 20 ezer, de hogy érted, hogy elmenjél moziba, számít -e az, hogy ki mit kommentel, hogy ő onnan, ott az ő életéből a te életedet milyen alapon minősítik? nem számít. Tudod, mi számít? Az, hogy érezd magad jól, csináld azt, amit szeretsz. Értem, hogy Akkor ez. a hol vagy ez ezekből a filmekből? <laughs> hogy érted? Hát, nekem hívtak ezekben a hív. filmekben, nem. Szóval lehet ennek az ahhoz, hogy Karácsony kampányában részt vettél. A sincs. tv 2 volt egy, egy, egy ismerő, egy jól körbe sajtózott ügyed a mintapákkal kapcsolatban. Hát az, azért nem volt annyira körbe, mert körbe lett sajtózva, akkor lehet, hogy nem ez lett volna a végeredménye. De arra hogy <laughs> csak hogy azért, ha, ha, mondjuk a központban van egy Igen? ilyen kínai szociálrendszeres dolog, hogy ki hol van a kormánybarát, kormányjelenes kárán, akkor el tudom képzelni, hogy a hatalom téged egy kicsit talán az ellenrészbe rak, és hogy Én ez befolyásolhatja a te a te pályádat most. Hát figyelj, ha most ez egy felvetés, akkor a te pályádat is befolyásolhatja. A hatályú segíró, hogy nem én... nekem ezt csinálni. Ez, így, nekem befolyásolja. Abszorban. Én nem érzem az én életemben, hogy befolyásolna nekem... bárki rajtam kívül. Tehát én az adódó, hogy mondjam, én az adódó lehetőségek közül még mindig azt választom ki, amiben én jól érzem magam, és amire lehetőségem van. Ha valamire nincs lehetőségem, akkor nem azon fogok otthon izélni, hogy tétólistára tettek. Kik? Tehát kik? Tehát nem az, hogy Üdvözöljük Önöket! Itt van az idei tiltólista. Ezek a szerep, ezek a nevek vannak, tehát én, én ezt nem látok. Na azért még csak azt látjuk ezekben a filmekben, hogy nem a legjobb nevűre. Tehát, akkor így mondom, bocsi, a tavalyi év két magyar filmes sikeresztori, ami volt. Mi? Két olyan film, ami külföldi koprodukcióba készült, ugye a, a Budaflórának az animációs filmje francia koprodukcióba készült, a helyesznek a, a, legutóbbi filmje a szlovákiai finanszírozásból készült, két olyan film, amihez a nemzeti filmintézetnek nincsen semmi köze. Hát milyen szomorúak lehetnek? Szerinted szomorúak? Talán szomorúak. Nem beszélek velük, mert nem tudom, hogy kik ők. Tehát, hogy nem... ez, leírja a magyar filmnek a mostani helyzetét? Hogy két olyan filmben filmet díjaznak, ami, amiben egy forint állami támogatás nem volt? Hát, hogyha akarom, és innen nézem, akkor igen. Ha akarom, és innen nézem, akkor nem. Mi az igazság? Hol az igazság? A, a be kell, hogy Az te... én véleményem ez, hogy minden nézőpont kérdése, hogy Hamlet mondja, semmi se jó vagy rossz, csak a véleményünk teszi azzá. És szerintem ez nagyon igaz erre. Ha nagyon akarjuk, és nagyon felülünk arra a vonatra, hogy itt akkor tiltólista van, meg lehet, hogy van, lehet, hogy a filmintézetben most mindenki nagyon boldog, hogy nincs közük a Buda Flóra filmje, az, aki ez, ez, ezután is gratulálok, meg a Reis Gábornak a diához is, ez szuper. De lehet, hogy ez nem így van. Lehet, hogy csak ők nem találták azt éppen aktuálisan alkalmasnak arra. Nem én, ők. De nem tudom, hogy ők hanagtálták. Hát Érted? Tehát most egy fikcióról beszélünk. Azok a produkciók, amikben van, azok meg nem kapják meg azt a figyelmet, mint mondjuk a vajna időszakban, hogy ott e, 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 mégiscsak arról beszélünk, hogy két oszkár, né, meg egy aranymedve, ami, amihez hasonló sincsen a Kályácsaba féle időszak óta. És hogy nekem erről mi a véleményem? Hát, hogy igen, hogy te látsz ebbe bármi, hogy ez miért lehet? Hát mert nem ilyen filmek készülnek valószínű, tehát hogy ö, ennyi, de én ebben misztifikálni biztos nem fogok. Ez lenni egyszerűbb, a válasz erre. Hát az én életemből nézve igen, tehát va, hogy mondjam, a csinálásból lesz a valami, aztán nem csinálásban nem lesz semmi. Azt, hogyha csinálsz ilyet meg olyat, akkor izé, most ezt azt gondolom, hogy én meg a filmintézet és én oly, e, azt gondolom, hogy erre adok pénzt, akkor abból majd lesz valami, azt az majd hoz valamit, ha arra nem adok pénzt. Erre akkor valószínű rosszul lottóztam, érted? Vagy rosszul uh -huh. tippelgettem. Nem tudom, azért mondom, van egy másfajta gondolkodás. Én azt nem minősítem, hogy az jó vagy rossz, és nem azért nem, mert félek, vagy mert azért, mert most nem minősítem, hanem mert nem. Mert az én életemben nincs, szüksége szükségem arra, hogy minősítsem. Ők most így gondolkodnak. És én ebben a rendszerben, ahol így gondolkozik a film alap, hogy ők most nem erre adnak, hanem arra adnak, de abban én nem kapok szerepet, akkor én nem fog siránkozni. Köszi szépen. Oké, okay. egyébként majd meglátjuk a végeredményből, hogy siránkozhatni valóm van-e. Vagy, vagy baj -e, hogy én nem kaptam. De biztos, hogy az én életem nem fog megváltozni. De nem, 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 nem otthon depressziósan, érted? Hanem akkor ha nézem, hogy milyen sáv van még, akkor megyek arra. Szóval, hogy másfajta gondolkodással állok lehet ehhez. De mondom, ebben nincs semmiféle olyan demokratikus romantizáció, azért ezt egy kicsit túltoljuk szerintem, és ne, és ezzel senkit nem mentek fel, és nem is akarok felmenteni senkit semmi alól, egyszerűen arra szeretnék valahogy rávilágítani, hogy hogy, ú, hogy, hogy egy ilyen érzelemvezérelt, amiről mi beszélgettünk én, hogy te is egy érzelemvezérelt, én is egy érzelemvezérelt ember vagyok, de szerintem tök hasznos megtanulni azt is, amikor nem az érzelmeit vezérelnek, és nem visztek el a nagy saját konteóim, én erre tök alkalmas vagyok, de nem arra, hogy lapos a föld, és jönnek a bombázók, akik a vulkánba dob, hanem arra, hogy akkor ez biztos azért van, mert és ő biztos utális, akkor én azzal, hanem ez nincs, hanem az van, hogy mi van. Van előttem egy tányér, azon egy szelet hús, akkor azt megeszem. Most ez a munkám, holnap az a munkám, és örülök annak, hogy van munkám, mert van, akinek még munkája sincs. Szóval valahogy inkább akkor így. Akkor erre effektálni, hogy mondtál, egy a meg nem nevezett kollégád, aki Igen. elmondta, hogy hát az ő kvalitásaival mm. ilyen produkcióban nem kaphatna ilyen szerepet. A, ha nem is a kvalitásaival, de hogy ő neki most úgy érzi, hogy nincs lehetősége a helyesbitek. Akik a, az SFÉ most tanítanak, ugyanezt az érvelést mondhatják, hogy hát eddig mi nem tudtunk itt tanítani. Hát ezt is mondják. itt a, itt a, le, itt a lehetőség, hogy, hogy az a... Az az agyátmosó liberális ö, ö, attitűd, amit ugye mondtak az szf hogy ez egy ilyen iskola volt, ezért kellett ezt szétrombolni és átalakítani. De most itt van egy csomó ember, akinek eddig nem volt lehetősége, és most itt a lehetősége tanítani, az akkor elfogadható érvelése arra, hogy hogy Hát, hogy ott tanít hát. csomó egy ember, aki lehet tudom képzelni, hogy vannak köztük olyanok, akikre mondjuk szakmailag fel is nézel el. Uh -huh. Vagy lehet, hogy pont, hogy szakmailag annyira nem tartod egy semmire, hogy nem tudod elképzelni, hogy mit kerestek egy tanítmény. Hát én erre, erre az egészre azt tudom mondani, hogy ez is majd négy-öt év múlva fog kiderülni, amikor ezek a fiatalok, akik most ott végeznek az új szellemiségben, vagy az új vagy ebben az ideológiában, nem, tehát még egyszer mondom, én nem tanultam ideológiát, azon kívül, hogy fiam, rendesen dolgozz meg meg nézi, nézi utána a, a munkádnak, mm. tehát hogy készülj fel, és tud a szöveget és jó ízléssel próbálj meg dolgokban benne lenni. Amikor majd ez, amit most mind felsoroltál, ez majd adja az első végzett osztályt, és azokkal lesz lehetőségem esetleg, és tök nyitott vagyok, miért mm. ne, lehetne, dolgozzunk együtt, akkor majd megnézem, hogy hogy ez a képzési forma, akkor lesz hozzá, tehát lesz viszonyítási alapom ahhoz, hogy ítéletet mondjak, ha kell, ő, arról, hogy a ti képzésetek, az mennyivel lett jobb vagy rosszabb, mondjuk a, a mi képzésünknél, és akkor itt most csak 5 év távlatáról tudunk beszélni. Tehát most én egyáltalán nem látok bele se az SFF-be, se a Free SF be és megmondom, szintén nem is akarok egyébese bele látni. Szóval akkor mi nem lehet tapasztalni, hogy a ma beszéltél az nem. Én, hogy a fiatalokkal, igen. milyen jó dolgozni, akkor hát ez igen. akkor termék, független a, a a Szerintem ők szeretnék? Túl. Hát ő, nem, mert az egyikük egyébként nagyon érdekes. A, a rendező ő, ő átment a Friesefére az osztályával, a, az egyik színész pedig maradt a, az osztályfőnökje mm. miatt, meg az, osztály, az egész osztályt ott hagyta az osztályfőnök az eszefén, De attól még őt nem az új struktúrában mm -hmm. tanítják, csak ott maradtak az épületben. Nyilván, amíg le nem ezek azt akkor mehetnek. Tehát ők egy ilyen utolsó osztály. <kül> Ez alapján nem tudom azt mondani, hogy azért, mert ő a Friesefére átment, és most ő úgy hívják körülötte azt a házat, attól ő jobb vagy rosszabb lett, mm. hanem majd amikor megvan a premier, és én is visszatekintek erre az egy hónapra, akkor majd leülök fel, azt elmondom, hogy figyelj, szerintem tök jó volt együtt dolgozni, vagy figyelj, szerintem nem volt jó együtt dolgozni. De ehhez nem kell az Sapphire-re vagy a Friesefére járni, mert például a Breyer nem egyikre se járt, hanem Kubába tanult mm. például filmezni, és, ez egy, ez, egy, érdekes hely, he, Kubában Igen. filmezi tanulmányokat, hogy, <laughs> mint, hogy <ez gül> az, 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 még az, az még az, valószínűleg a Fidel Castro halála előtt lehetett. Hát én nem tudom pontosan, uh, majd Ma meg. Igen, igen, most <laughs> amúgy, szerintem készül vele interjút, ha egyszer szól, majd el. Ja. ja, igen. Kérdés, <laughs> kérdés, <laughs> kamera. Igen. <laughs> igen. De, hogy, hogy, de hogy például vele leültem, és vet tök jó volt dolgozni. Szóval, hogy szerintem nem az, van, amikor az, tehát nem az határoz meg engem se, hogy én az SF-én végeztem, vagy az új SF-én, vagy a KSF-én, vagy az FSF-én, vagy a nem tudom miszén, hanem azon, hogy a, akik engem tanítottak azoktól, azok jó ízléssel tanítottak-e, jó irányba raktak-e, és én abból, mint egy szivacs, mit tudtam kiszedni, és aztán az én intelligenciámmal, játékintelligenciámmal, élettapasztalatámmal, mit tudok visszarakni egy-egy figurába, vagy egy-egy szerebe. Csak ez számít, meg az, hogy tudom a szöveget. Mert a színész egyetlen mérhető. Ö, ö, az a szövegtudása. A többi az mind az, hogy neked vagy tetszik, neked meg nem. Tehát ennyi. Te egyébként azért nyarkoztál arról, hogy ez fáj neked? Hogy, ez összefehető? A... Hát, hogy, hogy, hogy hát, hát ahogy történt, az fáj nekem igen. Az rossz volt nézni, mert olyan emberek voltak ott, az én volt mestereim is, akikkel láttam, hogy ezt ők szenvedik, és és, és olyan dolgokat mondtak róluk, olyan emberek, akik meg nem láttak bele abba, hogy mi mit amit én pontosan tudtam, hogy ez nem igaz tehát hazu, ha, ezt a hazudozást, ezt, a, ezt az összekenegetést, hogyha ez nem lett volna, figyelj, az egy jogállamban szerintem tök valid. Érted? Most azt gondoljuk, hogy ő legyen a főnök. Az az új főnök, jön, mert bocsánat, az Alföldi Robert mit csinált, amikor kinevezték a, nemzet nemzeti élére, el, elküldte azt, akivel nem akart együtt dolgozni. Jó, el. de ott Alföldi Robert küldte, nem pedig egy hadnagy. Értem, de most ez tök mindegy, mert hát az hát az az azért nem, mert azért, azért hogy színész. Hát de jó, de azért... Én értem, a, hogy te mire akarod kivitelezni. Hát hogyha a hát, is azért az, mondtunk fel, mert, mert olyan emberek ugattak bele a munkámba, nekem semmi köze hozzá. Én, Most egy, egy, egy hadnagy, vagy okay. dandár, vagy még ezredes volt. Hát akkor tudjuk, hogy ki, jö. én nem tudom, hogy, hogy mi volt a pontos megnevezése. katona. Ö, igen, de akkor ő abban a pozíciában nem mint katona volt ott, hanem mint egy oda kirakott izért. Most nem az a lényeg, hogy azt ki volt, azt hogy hívják, vagy pék volt -e, vagy más színházban, meg a pizzá, előtte pizzás volt az igazgató. Érted? Most akkor mert előtte meg ő meg gazdaság is volt. Ah. Tehát akkor innen kiindulva mindenki legyen fajtiszta színházigazgató szakos, érted, Hát nincs olyan, tehát, hogy vagy, vagy rektor szakon végeztem. azért az még volt egy jó hangja annak, hogy na, itt annak van, hogy van a lépsi színészek, akkor itt van egy katona, majd ő ember, aki ezt az intézményt. Hát, ezt megítélhetjük, hogy ez egy hülyeség volt-e, vagy nem. Nekem is megvan a véleményem. Én azt mondom, hogy az a módszer, vagy az a módja, tehát ha nem lett volna ez a hazudozás, meg összekenés, amit tökre vállalok, hogy ezt gondolom, mert eddig is elmondtam, akkor ezt meg lehetett volna Szerintem sokkal normálisabban is csinálni. Sőt, azok az emberek, akik azt mondogatták, hogy nem taníthattak ott, pontosan tudom, hogy voltak oda hívva. Vagy éltek vele, vagy nem. Azt onnantól hogy Én örülök, ha te elhiszed a hazugságot, de mi meg tudjuk, hogy ez nem így van. Na, és akkor hőbörgtünk, hőb, hőbörgünk, szup. igen, tök jó, és mi történt? Okoz ez feszültséget a, a munkádban? Szóval érezni a nem. színészek, meg a, a színházi vagy filmes dolgozók között, hogy van egy megosztottság miatt? Hát nem. Én nem tapasztalok er, emiatt megosztottságot. Én nem gondolom, hogy hogy itt most aztán pusztulat van. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy minden ember, ha csinálja a dolgát, és a dolgával foglalkozik, akkor dolga van csinálva, és abból lesz valami. Ezt tudom már mondani. Én nem, nem kerültem emiatt senkivel se feszültségbe. Vagy, vagy arról nem tudok. Érted? Tehát, hogy, hogy nem amiatt hívnak, vagy nem hívnak mondjuk, de bocsánat, hogyha én annyira tiltó listán lettem volna, vagy értettem, tehát, hmm. hogy te behozta ezt a karácsony, amiről egy szót sem szeretnék egyébként beszélni, mert... Ha Ha észreheted, én sem. Hogy <hogy igen, 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 mocsánat, igen, abszolút. De attól, hogy odaillett az a megjegyzés. Abszolút odaillett, és erre szeretném most akkor visszareagálni. Tehát ha én azzal lettem, akkor hogy, szerepelhetik a Breyer Ádám első nagyjátékfilmében, amit a film alap támogat. Hogy szerepelhettem volna a Nagy karácsony című filmben, ahol a, a saját magamat játszom. Érted, hogy akkor, akkor, ezek miért vannak? Szóval, ezért hmm. mondom, hogy én nem érzem ezt, de de ettől függetlenül hogy mit tudom én? De is érdekel, mert hogy nem ez határoz meg engem, nem mások határoznak meg, nem mások valamilyen kedése fogja azt meghatározni, hogy én jól kelek -e föl, vagy, vagy a gyerekemmel jól vagyok-e, hanem én mit teszek bele abba, hogy az én életem merre megy. Érted? Még játszol, most a színházban, mert az orlai produkciót ott hagytad? Ott bizony, még a Covid alatt. Aha. Igen, Pintér Béla és társulatánál játszom most már második előadásban. Első volt a Marsa, 56, a második pedig a Réka és az Oltatlanok, ahol én tök jól érzem magam, és a Béla nekünk egyszer tartott harmadikba kurzust az eszefén. Még a régi eszefén. <laughs> a régi fény, fiam. És én nekem egy nagyon meghatározó színházi élményem volt ő. És 15 év eltelt, és behívott az előadásába, és így iszonyatosan jól éreztem magamat ebben. Én tudatosan kezdtem el leépíteni a színházi életemet, nagyon sok volt, tehát az online nátek hetente mentünk már mindenhova, utaztam kétszer négy órát azért, hogy játszak másfelet, szóval ezt két gyerek mellett ezt én már nem, nem inspirált, kiégtem, azt éreztem, hogy nem tudok már úgy magamból fogalmazni, nincsenek élményanyagaim, nem látom a gyerekeket, lemaradok erről arról, és akkor ezt így jött ez a Covid, amit mi beszéltünk, hogy ez valakinél vagy egy ilyen tisztító tűz volt, és tudott menni a változással, vagy nem tudott, azt látjuk, hogy akkor abban maradt. Én nálam vagy ha megengeded, de elmondom, te is azt mondtad, nálunk, akkor én mondom, ez pont ez a tisztítóbb, átalakítóbb és változni tudóbb időszak volt, és én is ezt annak éltem, hogy ezeket lehasítottam magamról. És akkor ott voltam, hogy aztán nem volt semmi, és akkor jött a Béla, aztán játszom a Jurányiba egy előadásban a Szarvasnak gyermekében, amit meg a Szabó Zoli rendezett, meg most Nyári Ádámmal próbálom a Viharkapujában, ami Müller Péter írt át ebből a Kuroszava filmből, ami egy tök izgi sztori, meg, meg mit csinálok, meg Balla Eszterrel van egy előadásunk, ami a Szépernő vőlegényéből, egy átirat, egy jazzopera, meg, meg, meg saját dolgaim. Nekem volt a Széttépfe előadásom, ami a függőségekről szólt, azt egy, egy személyes előadás négy zenésszel, az egy dokumentarista koncertszínház volt, tehát interjú volt, adtuk az ex heroinistát, a kokainistát, a füvest, volt benne pár saját családi élmény, és akkor Novák Eszter rendezte, aztán azt megszereztük a jogokat, a Plamárt, az ügynökség, ahol én vagyok, és aztán sajnos ott jött ez a ukrán háború, meg még a még egy Covid, vagy már nem tudom hány Covid volt, és akkor az egész ügy el, el, elveszett sajnos, és baromi nehéz egyébként. A saját dolgokkal, miközben azt érzem, hogy én nagyon jól el vagyok a Pintér és tényleg egy unikum, és olyan dolgot csinálok, amit na látod, ahhoz van kedvem ott színházat csinálni. Tehát az biztosan... Okay, hogy... Én nem, nem hallottam még olyan színészt, aki, ne, aki ne, aki ezt mondaná, szerintem szóval <laughs> a Pintér nem? Egy kínűköző, ja, hát ez aha. őrületesen izgi az egész ember, és amit, amit csinál. Tehát ő egy ilyen modernkori Shakespeare, és szerintem kicsit jobban kellene tisztelni őt. De ez egy hülye mondat volt, szóval, hogy szerintem nagyon tisztelhetem amit ő csinál. Az én szememben nagyon. Tehát 30. darabját írja, most mondta, is, hogy Shakespeare 37-et írt, szerintem megugorja. Szerintem ugorja is meg egyébként, mert ő nagyon komoly társadalmi és érzelmi reakció ez, amit ő, amit ő csinál, és mindig, mindig valami olyan, hát ha én beülök egy pintérbe, akkor nem jövök ki úgy, hogy, hogy, hogy ne lennék tele mindenféle gondolattal meg érzelemmel. Szóval nagyon hasznos szerintem. Kilépő kérdés. Muszáj el elkérdeznem. Hát, szóval akkor te hogy nyertél freestyle hip-hop versenyt a <laughs> <laughs> uh, szóval, hogy, hogy, nézd, ezt nekem elmondtad adás hogy te egy eléggé hip hop jössz, sőt, még az ilyen mega system, egészen és ős, ős hip-hop dolgokat is képe vagy ezzel. Igen. Van egy énekesi tehetséged, és uh, mégse látom azt, hogy itt a droppolnád a mixtape-t vagy bármikor, <laughs> szóval, hogy, hogy nem. Uh, a zenei részt azt meghagytad a, a színház per film vonalon, Igen. és hogy nem mentél tovább. És pedig azért yeah. nézd. Nem mondom azt, hogy a színészlemezek általában jók, <gül> szerintem <laughs> jó. színészek inkább csinálnak jól lemezt, akkor ezt kimenem mondani, Igen? és nyugodtan lehet okay. küldeni anyázói e-mailt a Telexen található impresszumban, az emlékben. <laughs> De hogy az érdekel, hogy te, aki pont a hip-hop, ami most aztán pláne a mainstream része, mm. miért nem? került jobban az zenének erre a részére, hogy dalokat írni, kiadni? És hogy volt ez a freestyle rap verseny? <laughs> Jó, Ezt akkor, Oké, okay, akkor kezdem a végéről. A freestyle verseny az úgy volt, hogy nekem volt egy zenekarom a Tesommal, Evidence néven Kaposváron, és a Garázsvárosban volt egy garázs, és ott próbáltunk. Akkor voltam 15 éves. De én akkor már az ottani vádos Nivádor aktívan tevékenykedtem. Évi 250 fellépésünk volt, kultúrházavató, táblaavató, falunap, tehát hogy én ott ismerkedtem hirtelen a színházzal a legfogékonyabb időszakomban, és közben ebben az Evidence zenekarban, de sokkal régen vilult, a tesóban csináltunk egy Rap Dogs nevű zenekart, ahol volt a Robot Agy című dalunk, és ezt akkor ő így ő nyomta, én meg voltam, hogy gyűrizek, nem tudom hogy volt, de hogy ez volt, és akkor vettük a világítós, körbe, apám vette a Pécsi piacon, azt hiszem, a világítós magnó, és akkor a fölvettük, és én rajzoltam a tudod ezt a buldog fejet, Aha. a kazi, üzéjelő, rap, docs, elvel körülbelül, és akkor ezt mi rendben voltunk. De akkor már Gangsta Zoli volt, meg már Animal Cannibals, már nem volt annyira menő, mert már volt Gangsta Zoli, meg már a Geszti se volt annyira menő, mert volt Gangsta Zoli, de akkor már Dope nem volt. Ők, meg, káromkodtak, mondjuk, mondjuk már ki, igen, mondjuk már ki. Igen. igen, szóval, hogy az akkor, érted, 16-17 éves egy ilyen, emlékszem, hogy otthon izéltem, volt egy nem tudom, milyen 486-os gép, és azon valamit játszottam, és szólt a gangsta Zoli, és egyszer csak nyílt a szoba ajtó, és azt hittem, hogy apám dolgozik, és mi a lófasz fiam? És így rohantam oda, megvezettem, hogy így kapcsolom ki, és akkor, tehát, hogy az még egy ilyen korszak volt nekünk. Na mindegy, és akkor ebből lett az Evidence zenekar, ahol meg ilyen metált játszottunk, de abban például az úgy volt, és sose írtam dalszöveget, én mondtam az énekes, hanem az egy ilyen, ilyen, terápiás levezetés volt, és akkor én ott mindig volt egy-két dal, amit így improvizáltam mindig a koncerteken. És akkor ez az vagy jó volt, vagy nem. Imádhattak az a is. <laughs> igen. Hát tök minden volt, mert mindenki lefele nézett, és így álltak a hangfalaknál, mert az előtte ittunk, meg nem tudom, ez ezek ilyen bulik voltak rokkocsmákban. És akkor ezt én nagyon éltem, nagyon bírtam, és akkor így, így, a próbákon így mindig az volt, hogy Tomika freestyle hozzá, meg a legkisebb a hármunk közül, és akkor én az ottani barátikának mindig Tomika voltam. És akkor ott valaki nyomott egy alapot, a botyika a cimborám az dobos volt, akkor ő beadta, és akkor ott nyomtunk valamit, érted? És akkor egyszer voltunk egy helyen, ahol ott megrendezték az első kapos veli freestyle versenyt, és akkor én jelentkeztem, és akkor, hogy már nem tudom, hogy miről, tehát ez, ezek a kamaszéveim van, mm. bár homály, de hogy ott, ott azt tudom, hogy megnyertem, és az, az nagyon menő volt, nem tudom, mit nyertem. Ha valakinek szerintem... van elő videója, küld <laughs> el a <laughs> sajódékuk, az <laughs> szóval még nem volt szépen. kamerás telepont. És akkor vissza pedig az, hogy miért nem ebben az irányban, és akkor az egész beszélgetésünk forróbb témáira még egy ilyen zárszó, <laughs> hogy amit már mondtam, mindenkinek van véleménye, tök fontos szerintem a vélemény, azt mond mindenki, amit akar. Én a véleményeimet azt gondolom, hogy művész, rájöttem, vagy ott tartok, hogy a művészetben, ami az én ö, közvetítő energia mezőm, szeretném belerakni. Tehát ha te az én politikai nézeteimre esetleg kíváncsi vagy, akkor eljöhetsz a Pintér Béla egyik előadásra, ami pont arról szól, hogy és akkor meg tudod mondjuk, hogy én miért vagyok benne uh -huh. abban az előadásban. Vagy, vagy amit én ott játszok, az nyilván azért vagyok benne, mert azzal éppen, azzal a mondandóval tudok azonosulni. Az nem azt jelenti, hogy ez rossz, az pedig jó, nem erről van szó, hanem emberi sorsok, meg emberi működések vannak bemutatva, ebbe hiszek. Abban nem hiszek, hogy mindenkit jól megítélünk, elítélünk, miközben értem én, amit te mondasz, de valahogy nem itt szeretnék tartani, és te nem is itt tartok az utóbbi években én, ha valamiről van egy véleményem, akkor azt most majd elmondom ebben a szerepemben így. Vagy akkor írok egy rap szöveget arról. De ha hogy mi írta akkor? <laughs> én ez volt a kérdésem, szarok. a zene. Ez az az a a szarok, mondja, hogy, hogy, Szavó Kimmel Tomás igen. Miért nem ment rá úgy a zemére, hogy legalább kiadni egy lemezt, dalt, bármi ilyesmi. Próbálkoztál, Próbálkoztál vele? Aha. Hát nem, úgy nem próbálkoztam vele, hogy leültem, és akkor bőm, 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 De, amúgy így rám jön, akkor, akkor, akkor így megírok egy ilyen, egy ilyen hosszú repszöveget, mondjuk. És akkor, de, de hát ez ilyen önbizalom ilyen, most, hát ahol már pogány hát ez a Beto Hofi pogány idő, nem fog itt arulni, hogy lementem a boltba, és ott vettem egy keg, most nem tudom, érted? Tehát ez mi? Tehát ez mi? Tök, tök ügyesek. Tehát ez, az azért nagyon fontos, hogy lássuk a saját helyünket a palettán, és szerintem nekem ott nincs helyem. Tehát ez, de egyébként, hogyha behívnának egy koprodukcióba, azt én tökre élném. Most ez aztán Nézik a műsor, szóval. Biztos persze. Remélem, nem. hogy. Látom. De hogy, hogy e, e, azt el tudom képzelni, érted? De azt hogy saját magam, hogy a szavok izé, az utcai kutyák, meg itt az album, érted? És itt tök nálad már egy ilyen dollárjeles izé van, meg és azt nem látom. Tehát Jó, az az azt mondja, és én szeretném hát, egyébként hát, hát, szerintem az, az fura arra, lenne. Igen. 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 Jó, Tomás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál műsorban. Uh, márci, 22 -től a műsorban. is egy gyászolnak február 22-től a, mozikban, ah. és nézzétek meg, egyébként a tényleg egy nagyon szép történet a gyászolásról és a családról, is. amiről kevesebb beszéltünk egyébként, egy, hogy amúgy a férfi a férfi szerep Aha. is szerintem egyébként sok szempontból volt, hogy az, hogy az apa, a apa és gyerek kapcsolat, ugye több generáción keresztül az, egy, az is egy sok, olyan dolog volt, ami nálam is gondolkodott az én saját családi helyzetem a kapcsolatban. Szóval, Ezt jó? szóval nézzetek meg, ö, a mozikban. Szabó a Tamás, köszönöm, hogy itt voltál, te is köszönöm, köszönöm a figyelmet, ha tetszett, iratkoztok fel, és csatakoztok az árt Facebook csoportunkhoz, beszéljük ki, hogy milyen volt a film, hogy tetszett, jövök hamarosan új témákkal, és új vendégekkel, sziasztok!